Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nem tudom, hogy olvassátok el azt a cikket, ami egy újonnan eladott Renault-ról szól. És ez a napokban jelen meg, egészen megdöbbentő a dolog, mert azért azt tudhatjuk, hogy ha használt autót vesz az ember, akkor azért ugye hát nagyon óvatosnak kell lennie, és szinte már-már lerágott csont az, hogy az autókereskedők, az eladók, a vevők, a biztosítók, mindenki elmondja, hogy mindig legyél óvatos, vigyél szakembert, járd körbe a dolgot, mert bele lehet futni csúnya pofonokba. És az egyik legdurvább eset kinyomozta a Total Car, hogy garázsban tartott, rendszeresen szervizelt autóként árultak egy vonattal ütköző, a biztosító által gazdasági totálkárosnak minősítőt Renault. Autóvásárláskor. Ugye? Az ember tud azért nagyon érdekes dolgokat. Nagyon érdekes. Mondjuk én nem nagyon látok ellentmondást, tehát attól még lehet szervizelve. Így van, addig szervizelve volt. Srácok, most vicceltek? Hát oké, hogy elhoztatok a szervizet, mit csináljunk vele? Hát tartsátok a garázsban. Ez egy kicsit szemtelen azért, hogy rendszeresen szervizett garázsban tartott. Még a női vezető nem dohányzó. Megkímélt állapotot kellett volna beérni. Az autóra egyébként a régi tulaj ismert rá egy hirdetésben, ahol ugyan a rendszámot nem rakták ki, de állítólag valaki megjavította, majd egy budafoki kereskedésnek eladta, és az új tulajdonos, aki megvette, azt mondta, hogy ő már viszont nem tudott a káreseményekről. Tehát bekerült, beadták, ott a kereskedő átvette, ő már ugye feltette ezt a hirdetést, behívta a kulcsszavakat, garázsban tartott, rendszeresen szervizelt, nem akarsz más hallani, ugye talán még a szakszervizben leinformálható, szervizkönyvben bepecsételt, tehát ezek a hívószavak. És hát kiderült, hogy hát az ilyen jellegű... Hogy találkozott a vonattal a Renault. Nem volt szerencsés találkozás. Erről van egy kép, itt konkrétan azt szokták csinálni, hogy levágják az autó elejét, és szereznek egy olyan autót, aminek a háta totálkáros, és a kettőből csinálnak egyet. Ilyenkor már ez szokott történni. Na most te úgy veszed meg az autót, hogy erről halvány fogalmad nincs, hogy neked két fél autóból van egy kocsid, az azért nagyon durva. Tehát, hogy azt mondják erre, hogy ez egy nem balesetezett, szervizben, szakszervizben szervizelt autó. Az nincs ott a hirdetésben, tehát ezt a felét, amit lerombolt a vonat, és még egyben maradt, azt tartott a garázsban. Tehát, hogy ütközött a vonattal, a vonat elvitte a felét, és ami megmaradt, azt viszont betolta a garázsba, és ott tartotta. Igen, nem hazudott, garázsban tartotta. Csak a roncsot tartotta a garázsban. És utána, amit Feri mond, összerakta két autóban. És nem is kell egyébként hazudni, mert ha a hirdetésben azt írja bele, hogy elől-hátul rendszeresen szervizelt, akkor annak a... Igaz, hogy külön, de kezdve nincsen gond. Júj, ez hát, egyébként akkor lett volna még szebb, hogy nem az előző tulajdonos, hanem mozdonyvezető ismerte volna fel az autót. Hello, ezt én trafáltam el az elejét. Hát nem így nézett ki, amikor találkoztam. Na nézzük, mi az, ami belefér, ha használt autót adsz el, és mi az, ami már nem fér bele. Hát jó, ugye, ott nézzük meg a nagy csalásokat, nézzük meg a kis csalásokat, és nézzük meg a pici csúsztatásokat, ahogy megpróbálod kelendőbbé tenni az autódat, mert azért legyünk őszinték, a cél az, hogy elad. Hol van, kinek hol van az a határ, ami még belefér? Kinek hol van az, ami azt mondja, hogy csaló, ezt már nem ér így föltenni, nem ér úgy befotózni, nem ér ezt még beleírni, mert ez kicsit megtéveszti a vevőt. Nézzük a durvákat. Hát de figyeljetek, egyáltalán lehet komolyan venni bármilyen szinten is egy ilyen hirdetés? Tehát nem az van, hogy felhívod a telefonszerűen, megkérdezi, hogy van-e egyáltalán autó, illetve mi igaz a névelőkön kívül abból, amit odaértek az autó mellé. Meg, mit gondolsz meg? Mondja, konkrétan jártunk úgy, hogy egy időben autót szerettünk volna vásárolni, ez egy évekkel ezelőtt történt ez a dolog, és egy konkrét márkát néztünk, és a közelünkben volt egy autókereskedő, és kinéztünk egy autót, oda telefonáltunk, mondjuk minden oké, igen, itt van kis autó, elmentük a telepre, és kiderült, hogy nincs. Tehát, hogy egyszerűen az a kocsi fizikailag, amit ők fölraktak szöveggel, fotóval együtt, és amire mi rákérdeztünk telefonon, oda mentünk, kiderült, hogy az autó nincs. Nem igen, létezik, mert abban nem volt, és eladták, vagy nem igen, is volt? Volt, és eladták. Eladták, de mikor oda telefonon, és azt mondták, hogy persze menjünk, persze nézzük meg, igen, ott van, igen, oda meg kiderült, nincs. Hát, hogy amíg odaértetek, akkor elvitték. Hogy egy ember
hogy tehát te akkor most mi mindenki jut mennyi ide? Idő telt el a telefonálás és a személyes sejtheted kb. De hogy is egy két óra az alatt, hát két óra én két óra alatt ja, nagyon megy a hely, persze, hát ne viccelj, persze, és már nem tudott fölhívni, ja, hát nem tudott fölhívni, nem volt meg a számod, meg úgy volt vele, hogy ha már oda mész, akkor hát ha választasz egy másik kocsit, szaladjuk még ott, nézze, ott kanyarodnak be, ott az a piros. Na mi az, ami belefér még? Hogy csalunk, amikor használt autót akarunk eladni, és mi az, ami már nem fér bele? Nézzük meg vevőként, nézzük meg eladóként. A megkímélt. Az állapot, ugye be tudod jelölni, hogy milyen állapotot tüntetsz föl? Eladóként szerintem, ha mondjuk ilyen karcolás, igen, javítás történt, tehát nem elemcsere, hanem mit én, valaki meghúzta picit, így meghorpat, azt a jó lakatos kicsi megcsinálta, lefestették, szerintem fényezték, azt szerintem belefér. Tehát azt nem kell bevallani. Hát azt nem. Hát. Vevőként rohadjál meg. Igen. Rohadjál meg te szemét, mert itt el fog majd kezdeni rozsdásodni. Miért nem szóltál, hogy ez az elem meg volt húzva? Egy, kettő. Ha például azt jelenti, női tulajdonostól, és zárójelben, hogy is, akkor szerintem az belefér, nem? Miért van az, hogy a használt autó minden női tulajdonos garázsban tartott, keveset futott, rendszeresen szervizelt? Ugye ez azért van, mert egyébként opcióként ezt az eladás utolsó részében be tudod x-elni. Tehát ez nem magadtól írod be, csak bepöttyözött. És ott van, női autó, nem dohányzó, keveset futott, szervizkönyves. Legszebb, figyelj. Ez ugye bepöttyözött az összeset, és ez gyönyörűen néz ki az autónak szerintem az ez a része. Tehát, hogy ezek már előre meg vannak írva, és akkor még bele beleírogatnak itt ott. A legszebb az, hogy előre megvan írva, utána van egy rész, amit te beleírhatsz, de ez megvan írva előre. A szervizkönyv és nem dohányzó női tulajdonos garázsban tartott. Idős orvosnő által másodautónak használt garázsban tartott. Mert azért egy diplomás mégse teszik. Hát, igen, ők annyira kulturáltabbak, nem? Én most eladtuk a Viki autóját, hát futottunk bele érdekes dolgokba. Nem régiben árultuk, fölhívott egy csávó, mondtam, hogy passzolját, mert én intézem. Miért ennyi az autó? Hát mondjuk neki, tesó. Nem, hogy van egy másik, az sokkal jobban felszerelt, hogy ez miért ennyi? Hát mondta neki, Viki, akkor meg kell nem szenni. Hívott fel azt? Igen. Hát azt nem hívja föl, de hogy ez miért ennyi? Ez a kocsi nem ennyi. Meg hogy ő látott két másikat. Így próbált alkudni, még a Viki nem szívva, és azonnal mondta, hogy nagyon örülünk ennek, hát tessék fel, mi azt, miért ennyire tartjuk az autót, eladjuk, és hát ez drágán van ez fölrakva. Hát ennek nem ennyi az ára. Hát ennyire én már megveszek más autót, mondja a használt autóra, egy más felszereltségről. Azért tetszett telefonálni, hogy panaszkodjon. ő a használt autó lelkiismerete. Igen. És mondta, hogy ez egy drága autó, neki erre nincs pénze. Ekkora lett a fejem, tudod, ekkora lett a fejem, elkezdett úgy alkudozni, hogy nem látta az autót, elkezdte leherótozni, elkezdte fikázni a hirdetésedet egyébként, hogy merette ezt föltenni, és felsorolt négy ugyanolyan kategóriájú drágább autót, hogy egyébként, ha tudjuk, hogy az annyi, akkor mi hogy jövünk ahhoz, hogy azt feltegyük, mert ő már annyi pénzért azt is megvehetni. Normális az ilyen. Azt kellett volna neki mondani, hogy tetszik tudni, azért olyan a másik két autót is mi áruljuk, és szeretnénk kedvet csinálni hozzájuk. Mondtam egy neki, harmadik drágább autó. Mondjuk nekik, miért nem azt veszi meg, ami 100 000-re drágább, de lehet, hogy felszereltem. Hát neki arra nincs pénze. Hát nem biztos, hogy ez valami probléma. Nem rohadsz meg már tényleg. Tettük le a telefon. Tehát egészen érdekes dolgokba futsz bele. Jó, tessék, eladóként beleírod, hogy női tulajdonos. Csaló vagy? Van. Vagy csak finoman jelzett, hogy esetleg a feleséged is használta. Mi beírtuk, de hát a Viki használta. Igen, tehát igen. Nem dohányzó volt, garázsban tartott női tulajdon, szerintem azt hitték full kamu, tudod. Nem lehet, hogy minden stimmel, keveset futott. Hát a női, az összeset beigyszer. Női tulajdonosan nem hazudsz, lehet, hogy az asszony nevén volt az autó. Hát, akkor jó. Igen, és ha te nevedem vagy a gyerek tulajdonos. Nincs annyi második autó, nincs annyi női tulajdonos, és nincs annyi garázs. Amennyi autót garázsban tartanak, női tulajdonosok vezetik, és keveset futottak. Nincs annyi diplomás. Nincs annyi orvos feleség. Nagymama. Cukros, szemüveges, keveset futott. Jó. Szóval azt mondod, hogy a karcolást nem kell bevallani. Az de, még egy kicsi csúsztatás belefér. Igen, igen. Egy ilyen véletlenül parkolásnál letört tükör. Hát azt tettetél rá egy újat, vagy egy használtan, vetted, lefújattad. Szerintem az is az sem. Újszerű olyan állapotban lévő jobb oldal. De nem húztad végig az egész jobb oldal, csak akkor a tükör maradt le. Nagyon, nagyon helyes most. Már is megkímélt. Nagyon helyes volt a vevő. Vasárnap találkoztam vele. Viki kocsia. Bemegyek. Kis kézifékesen megállok előtte, hogy az Interspárnak a zárba, behavazott parkolójába, pici kézifékkel megállok, kipattanak a Viki kocsiába, megismer, hello. Mondom, fia, a kocsi nagyon egyben van, abszolút minden rendben van, annyi, hogy 30 000-et visszatekertünk, mert picit sok volt benne. Csávó bólint, nem szól semmit. Álmodom, jó, az a poén nem ült.
Másnap visszük az autót a szervizőn, mert a vevő le akarja informálni, nagyon helyes látsz egyébként. És mondja, hogy figyelj, tökre tetszik az autó, meg minden, de hogy miért kellett beletekerni ezt a 30-at? És akkor elhúztál. Mondom, vicceltem, te jó. De akkor szerintem bevallod. Annyira helyes, mondom, én az én autó, mert nem csináltam. Mondta, hogy nagyon fura volt, hogy megérkeztem, és az első mondatom az volt, hogy visszatekertem 30-at, de ne tűr, hogy vele bevallom. Igen, és kicsit zörög a sok mosóbenzintől, az is csak poén. Igen, és mondta, hogy hát jó, annyira sajnálja, mert annyira jó volt, hogy miért kell visszatekerni. Csak humor volt. Nem angolt vettél, Viki, ugye? Nem lesz angol autót, nem követi el azt, hogy bele. Szóval, ha te meghúzod az elemet, és nekem vevőnek nem mondod el, hogy meghúztad és lefényezted, akkor én nem megyek festékmérővel, és nem nézem meg, akkor rohadjál meg kicsit. Hát de miért? Mert átvágsz engem. Ki van javítva? Ki van javítva, gyönyörűen meg van csinálva. Sokkal szimpibb az a vevő, aki inkább elmondja a hibáit, mert abban jobban megbízom, mint ami minden rendben van, az gyanús. Nem, akkor elárulok. Persze, én viszek festékmérőt, mert rutinos vagyok, és körbemérem a kocsidat, bár a műanyag alkatrészeket nem tudom, de azért a nagyja kiderül azért, hogy van-e turpise. Utána mit mondasz, én előveszek egy festékmérőt? És azt mondom, hogy nézd, a gyári érték ennyi. Én sem tudtam. Hát így ve. De első tulajdonos vagy, uram. Ja. Én is így vettem. A szalomban a szemetek. A rohadékok. Szalomban a szemetek. A nem szép dolog. Egyébként. Elemet be kell vallani. Mit tudsz mondani? Ha össze volt törve, akkor tudsz úgy mondani, hogy csak meghúzták, megkarcolták, ezért lefényeztetni. Vagy beléd jöttek, vagy rányitották az ajtót. Tehát vannak ezek a kisebb csalások, amik esetleg még beleférnek. Uh-huh. Persze a törve volt az autó, most az elej, bal elejét elvitték, és azt mondta, hogy rányították, nem tudom, a tetyó parkolójába, és csak le van fényezve. Igen, és ragaszkodik hozzá, csak a jobb oldalát nézheted meg az autón. Ha rutinos vagyok, még azt is észreveszem, mert ugye látszik, hogy az elemeknél a csavar, ha megvan sérülve, akkor az elem le volt véve. És akkor már ott már azért figyelni kell. Tehát nehéz, de te kicsit csalsz akkor. Női tulajt írsz be? Nem, hát ha én vagyok benne a forgalmiba, akkor azt marra nehéz. Hát, akkor azt nehéz, hogy a feleségem használta, azt esetleg mondhatnám, igen. Azért van benne csak 440 ezer kilométer. Igen, keveset megy az átfordul. Mondjuk az ennyi szól a gyanús, hogyha mondjuk az autókereskedőnél, mondjuk 100 hirdetésből 90-nél ugyanazt olvasod. Mindenki ugyanarra megy. Igen. Figyelj, erre egy mondat, az autó szerelőmmel pont erről beszélgettünk a múltkor, eladás, amit te mondasz, hogy be kell vallani. Azt mondta, hogy ő úgy árul kocsit, mert szokott hozni autókat, hogy elmondja, hogy ennek kérem szépen törött volt az eleje, de itt van, meg tudom mutatni a számlát, gyári alkatrészekkel kijavítottuk, ennek meg volt főve a motorja, de ezt csináltuk vele, és ez az autó most tökéletes állapotban van. Leteszik a telefont, és soha többet nem hívják. Pedig nekem megnyugtatóbb egy Pedig ilyet. Megnyugtatóbb lenne, megnyugtatóbb. Mert azt mondja, hogy igen, ez Belgiumban volt ez az autó, ott járt 3 évet, és tudja miért jó? Mert a belga utak jók. Nem Magyarországon ment 3 évet, és szétcseszte az alvázat. Belga utak. De hát ez tényleg. És ezt mondja, és... Ezt majd legközelebb hogy belga, ez a belga utak. Ez nagyon jó. Soka, 4 évig éltem Belgiumban. Kint vannak a rokonok, és nagyon sokat jártunk Belgiumban. És nem hiszi el, és azt mondja, hogy akkor inkább nem kell az autó. Tehát hazudni kell, azt kell mondani, hogy ennek az autónak sose volt semmi baj. Soha! Itt van Gellért, hello Gellért, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, na. Sziasztok! Te használt autókkal foglalkoztál, vagy foglalkozol? Hát régen, igen, de most már nem, mert meguntam ezt az egészet, mert hát iszonyú emberektől vettem, iszonyú embereknek adtam el, viszont az volt az előnyöm, hogy nagyon sok turpisságot lehetett azokkal a naív emberekkel csinálni, akiket én megcsináltam, hiszen volt olyan, hogy például a melegítő nadrágot tömködtem be a lukas küszöbbe, éjszaka a purhabba fújtam ki reggelre, az megszáras nipszerrel levágtam. Várj, csak hogy értjük, tehát hogy te kereskedő voltál, és ugye átvettél egy autót, ami láttad, hogy drágya, megpróbáltad kicsit felturbozni, visszatekerni, feljavítani, majd eladni. Így van. Te kergettél is kilométert? Nem. Nem? Hogy? Mert nem olyan értékű autókkal foglalkoztam, hogy ezt számítson. Az egy gyengék sportja, persze, melegítőt tömni a kirohadt küszöbbe, befújni púrabbal, az sokkal korrektebb. Most nagyon elterjedt az, hogy külföldről hozunk be autót. Az egész kamu. Lehetett ugye hallani a hírekben is, hogy volt olyan, hogy kint összetört autókat hoztak össze, klónozták, idézőjelben, a magyar ellopott autókkal, tehát így, és ez a mai napig működik sajnos. Hát igen, a külföldről behozott autó azért jobban a Magyarországon vásárolt. Azért az, igazából csak az ilyen garanciát vállaló autókereskedőtől lehet szerintem autót vásárolni. Na, hát azért ezt sem mondanám, nem feltétlenül, szerintem vannak korrekt autókereskedők, aki nem éri meg, tudja, hogy megtalálják, ő abból él, hogy van egyfajta piaca, megbíznak benne, sok autót ad el, és tök korrekt. Én azért nagyon sok ilyet ismerek, tehát nem mindenki tróger, aki
itt autókereskedéssel foglalkozik, szerintem vannak korrektek. Nyilván van ebből is az alja, aki tekerget, mahinál, ezt azt csinál, tehát hogy de nem lehet általánosítani. Persze. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Azt mondja, hogy Suzuki Salomon dolgoztam, 3 új autót kellett átadásra elhozni a telephelyről, körülbelül 2 kilométerre. A szervizes fiúkkal el is mentük, értük, majd az úton sikeres semmi dármat összetörtük. Egymás mögött mentek, az első fékezett, a többi belement. A javítás után átadtuk újként a kocsikat. Sok ilyet hallani egyébként. Mi egy budapesti autószalomban vettünk egy kombi autót, aminek itthon vettük észre, hogy az eleje a motorháztetőtől végig ki van cserélve. De nem a kombira, hanem az ötajtós változatra. Elvittük a szervizbe, a kocsit totál kárra törték, lóvét természetesen nem kaptunk vissza. Egészen elképesztő történet. És még ráadásul rosszul is csinálták meg. Ja, ott egy ötajtósnak az elejét. Józsi, tedd rá, az jó lesz az is Renault. Tökéletes állapotú Golf, nagypapám használta, beadtuk egy kereskedőhöz, 41 000 kilométerrel, 91 000 kilométerrel hirdette. Na most vagy ment vele 50 000-et, vagy hihetetlenül kevés futás miatt nem tudta volna eladni. Ez érdekes, igen. Egy pluszra, tehát, hogy pluszra tekerte, igen. Senki nem hinné el. Igen. Amikor én vettem az automat, azt mondták, garantáltan sérülésmentes, aztán kiderült, hogy kb. 3 autóból lett összerakva. De a legjobb alkatrészekből. Vettem egy Ford Focus-t egy kereskedésből, SS5-ben vásároltam, nem is olcsón, és arra hivatkoztak, hogy azért kerül ennyire, mert biztos nem volt törve, kevés kilométerrel. Másnap világosban láttam, hogy mind a 4 ajtó más kék árnyalat. Négyszer annyi kilométer volt benne gyárilag, ahogy vettem. Jó, azért gyerekek, szóval mondom, hogy a vevővel is vannak bajok. Elnézést, mikor mehetek az autóért? Pillanat, nézem, napnyugta, napkelt. A 8:30 után 6 perc. Akkor már nagyon sötét van. Best of Morning Show. Nagyon szerelmes SMS-ek jönnek valaki ezt írja. Legyen 25 fok, oldják meg! Most! Ugye? Igen. Oldják meg, igen. Nem érdekel. Adózunk, hogy ez egy ilyen legyen az idő, meg nyártás legyen az út megérni. Kérem, tiltsák be a hóolvadást, mert elveszi a munkánkat. Egy hómunkás. Ez jó. Nem érdekel, hogy... Veletek vagyunk. Írjátok meg, intézzék el. Na, akkor írja meg nekünk mindenki, hogy ki mit tiltsanak be, amivel a ti munkátokat veszítitek el. Jó? Tehát mi legyen az? Tiltsák be a napot, mert elveszik a szoláriumok munkáját. Hát, tök jogos. Így van. Ha betiltják a csapadékot, többet nem lesz szélvédőjavítás, szélvédős Feri. Érte nekünk, tiltsák be a csapadékot. Tiltsák be a levegővételt, elveszik a munkám. Köszönettel a kaszás. Küldte nekünk. Tiltsák be az egészséget, egy ápoló írta nekünk. Tiltsák be a cserépgyártást, mert elveszik a porcelán területét, üdv egy porcelánfestő. Tiltsák be a helyes munkavégzést és a hibátlan termékeket egy minőség ellen. Nagyon szellemesek. Kornél Lakatos, ő szeretné a betételnek a rendőröket. Így van. Szabályozzák a forgalmat, és emiatt kevesebb a baleset. Tiltsák be a fogmosást, Gizus fogászati asszisztens küldte nekünk, senki nem moson fogad, tiltsák be. Tiltsák be a Google-t, le az internettel, üdv aranyoldalak. Tiltsák be a postásokat, üdv a postakalapok. Igen. Akkor tiltsák be a Wikipédiát, üdv a révaisok. Tiltsák be a liftet, elveszi a lépcső munkáját. Írta nekünk egy lépcső. Tiltsák be az otthoni szexet, írta nekünk egy stoppos lány. Stopposlány, jöjj, de szép megfogalmazás. Szüntessék be a hideget, üdv egy klímaszerelő. Nem érdekel, hogy ógyák meg most. Mindig legyen meleg. Ért. Le a hamvasztással, üdv a koporsú készít. Tiltsák be a Tindert, mert elveszi a munkánkat, egy örömlány a hetes út mellől. Tiltsák be a rendőrséget, mert a bűnözők elvesztik a megélhetésüket. Ebédszállító vagyok, követelem az éttermek és az otthoni főzés azonnali betiltását. A háziasszonyok elveszik a munkánkat. Nem érdekel, hogy oldják meg. Tiltsák be a betiltásokat. Laci Boy küldte nekünk. Kereskedő vagyok, tiltsák be, nagyon jó csével, tiltsák be az internetes vásárlást. Tiltsák be a vegákat, Zsolti, a húszszállító. Tiltsák be az Imódiumot, üdv a hasmenést. Jó, de szellemesek jönnek. Nagyon szeretem, nagyon szellemesek jönnek. Igen. Tiltsák be a rádiót, mert csak kopaszul. Tiltsák be a Kalgont, elveszi a munkánkat. Gyuri 42 éves mosógépszer. A csatornázási műveknél dolgozom. Tiltsák be a fogyókúrát, mert aki nem eszik, az nem is gittel. Üdv. Köszönjük szépen. András szeretné, ha betiltanák a fogyókúrát. Így van. Tiltsák be a látásjavító műtéteket, egy látszerész. Ugye? Igen. De milyen jogos. A szemüvegesek. Hát most érted, mi lesz velük? Tiltsák be a gluténérzékenységet, egy pék vagyok. Tiltsák be a jó ízlést, írta nekünk egy szobafestő. Ki
kéne majd egy tüntetést szervezni azok ellen a tüntetések ellen, amik megbénítják a város, de abban bízom, hogy ez a tüntetés nem fogja majd megbénítani a város. De miért az városon kívül lesz, de akkor nem éri el a célját, érted? De ha téged betiltanak, akkor én szervezek egy tüntetést, a te betiltott tüntetésed miatt, viszont engem is befognak arra Feri szervezés, folyamatosan megyünk egymáshoz. Ez egy hosszú láncreakció lesz, körbe tüntetünk. Mire a Ferit betiltják, téged kiengednek, te már újra elkezdesz tüntetni a Feri bezárása miatt. Utána bezárnak, én viszont megyek utána. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Morning Show. Kezdjétek, hogy tök büszke vagyok magamra. Na! Na, ez nekem egy ismerős érzés. Ezt én minden nap, csak te van vagy van. Minden nap reggel így indulok el, és este így fekszem le. Én készít dobok a tükörre. És vagy egy köztes alapot, és ami nagyon hasonlít a reggel és az este. Válveregetés is, vagy csak... Egy pucival indulok reggel, sok sikert van, légy ügyes, és este így búcsúzom magamtól. Ki tudja, felkelek. Légy ügyes. Jó az illatod. Na most irány az ágyba, kis uncut. Holnap egy izgalmas nap vár rád újra. Szóval mondj valamit, amit nem ismerek, valami olyan életérzést. Mert hogy nem csaltam meg a feleségemet. De most, de milyen meg lehetett volna? Hétvégén kaptál valami konkrét ajánlatot, vagy mi volt? Álmomba. Tényleg? Nem, ahogy azt... Azt mondtad az álmodban, annyira durva, igen. Képzeljétek el, hogy hűséges voltam a feleségemhez álmomban. Tehát, hogy arról szólt, hogy valahogy így egymás mellé söndörök, nem tudom, hogy alakult. De mindent tudni akarok. Miben voltál, hol volt, mi volt körülöttetek? Egy ilyen nagyon fura, valamilyen ottalvásos ilyen történet volt, egy ilyen buli, és egy, a csaj ismeretlen volt, nem egy konkrét személy volt, hanem egy... Tehát csak ilyen, melleket láttál. Egy ilyen középkorú volt, itt tudom, 30-40-es, igen. Milf. Igen, ez a kategória. Volt, és először úgy történt, hogy egy légtérben laktunk, és mindannyian, és amikor este ugye mindenki lefeküdt aludni. Ez egy kommuna, amiben éltetek. Egy törpével és egy farkaskutyával, illetve hat mesztelenővel. Egy szekta volt. Egy szekta volt. Te voltál a vezető. Imádkoztunk és fajtalankodtunk. De ki volt még ott? Jani, imádunk. Mit? Ki volt még ott? Volt ismerős? A Balázs egy csomó. Nem, rájuk nem ülész, nem voltak valószínűleg. Akkor hamar a felébredek. Sül is ott lett volna. Igen, ő sem visszavettett volna, már bocs. Csak egy fügelevélt akarta a csonyi. Tehát ez egy álom volt. Ez egy álom volt, de azért vagyok nagyon büszke magam, mert ugye általában ilyenkor az ember azért nem mond nemet. És mondjuk persze nem tudom, hogy álmodok, mert nekem annyira tiszta volt az egész, annyira konkrét volt, annyira minden részletre úgy nagyjából emlékszem, hogy először mindenki lefeküdt aludni, és akkor külön-külön ágyban feküdtünk le. Mm. És után... Ott feküdtél a kis bicimackos alsógatyában, egy kis ágyacskában. Nem, Csillagpatrikos. Patrikos alsógatában. Feküdtél egy, és azt mondod, milyen arcon állom. Csillagpatrikos fekszenek. Ebben az álomban egyedül fekszenek. A slicer szeme volt, úgy volt Patrik, hogy így eltakart így a kis izéjével, kis karjaival, és hátrafele nézett pajkosan. Így néz ki a pizsamám elől. És átjött hozzám a lány, bebújt a takaró alá, és azt mondta, Kandász Andrea vagyok. Azt csinálsz fele, vezessük fel, Kandász Andi vagyok. Ez csak fincs, tudod. Igen. Én is tudom, hogy ez csak egy álom. Tudok titkot tartani. És nemet mondtam. De nem volt sehol az álmodban Móni, nem is volt ott. Nem volt ott. Tehát nem volt a helyszínen, ő nem volt benne az álomban, viszont a tudatomban benne volt. És a nemet hogy mondtad, hogy durcásan befordultál a micimackos kis párnácskára, és nem, vagy finoman utasítottad el, vagy... Na vagy de azt mondjam, házas vagyok. Nem érted, házas vagyok. Tehát hogy vagy, vagy felkeltél és elrohantál a kis alsógatyádba, riadtan kiszaladtál a szobából. De emlékszel erre, hogy volt maga az elutasítás? Kibújtam. Honnan? A takaró alól. Alul? Kibújtam a lábakon? Jaj, de pajkos vagy, Janikám, bujocskázol, egy jobban szeretem. Bocsánat. Oké, valami megzavartam. Úgy látom, neked a bujócska előjáték, de akkor én is megyek, mondta Kandász Andi, és követett téged. Nem. Fűzzük le szegény Andiról, mert hogy... Nem ő volt. Mondok még neveket, jó? Igen. Ja, jó. Igen? Nem azonosított a... Igen. Ő volt. Tehát ugye is ismeretlen. Igen, a friss hangos Erdélyi Móni. És nemet mondtál. És nemet mondtam, és ez tök érdekes egyébként maga az érzés, hogy reggel felkeltem, és én tök tiszta volt az egész álom, és kicsit mérges is voltam magamra. Hogy mi nem voltál bátrabb? Vagy legalább az álmomban már, hogyha már egyébként tényleg vagy papucs vagyok. És fölkeltetted reggel Mónikát, és elmondtad neki, hogy anya.
anya, de félreértem az egészet, nem történt köztünk semmi. És mondta, hogy hagyjam, aludjak tovább, nekem pont most volt jó, mondja Móni, tudod, ő viszont megtette. Aha, igen. Igen. Balázs fecóba. Hagyjál már, alig élek, német Kristóffal álmodt. Itt volt éppen Nárai Tamás rajta. Igen. Szabott nekem egy bolerót. És akkor ezt elmesélted, és büszke voltál? És tök büszke voltam magamra. És akkor most mi a nemek és az igények aránya egyébként ezen állam után, mert forró, csak pont ezt meséled. 200 egy, az egy. Azért mondom, hogy 200 igen, és most erre az egy nem, a kacit vakítani. Tehát ez körülbelül 200 egyhez igen. Hát, igen. Az összes többiről tud, mert mindig mosásban meg tudnán a lepedő. Jaj, tehát akkor ez jó. De tök érdekes egyébként, hogy tudatilag az ember, tehát hogy még az álmaidban is, vagy az álmaidban sem tudsz függetleníteni a való világtól. Szorosan az a nyakörben, megértem, persze, ugye? Abszolút. Tehát én most konkrétan a nyakad, mert nyomokkal ébredtél, hogy a folytó nyakörben. Azt hittem, hogy ki van szív, csak vél alá futás a nyakörben. Fogom mondani, mondom, reggel, Jani, mi ez a csík a nyakadon, de akkor most már értem, hogy te álmodban is meg vagy kötve. Igen. Ezzel hétvégig is megpróbáltad felkötni magad. Nem. Kicsit szorosabb a póráz. Álmomban nagyon fickándoltam, és a Móni rárántott kettőt az a pórázra. De ebben büszke is lehetsz magadra egyébként. Egy hős vagy, de tényleg. Ugye? Aha. Látnunk kéne az áldozatot azért, hogy kire mondtál nemet, tehát lehet ezt ám valahogy érted. Könnyű rá nemet mondani, olyan ronda volt. Azért tehát azt igazából... Egy jó mild, egy jó középkor. Úgy akkor, és nem volt, tehát nem egy konkrét személy volt. Lehet, hogy létezik. Uh-huh. Lehet, hogy még valahol összefutok vele majd, és így elmegyünk egymás, mert az utcán is így tudod, nem értjük, hogy miért. Miért? Csak nézitek egymást az 50-es villamoson majd. Igen, még megfejlek egy oszlopot, igen. Tudod. Igen, ez egy jegyek. Te voltál az. Nem. Igen, csak jegyeket, bérleteket is felveszik a karszak. Tudom, hogy úgyis csalsz. Ez jó. Én mindig tudom az álmomban, hogy álmodok. És... De nem tudhatod. De én mindig tudom. Hogy sose álmodod, de akkor nem azt, tiszta. Hogy ez az ébrenlét? Akkor nem elég tiszta az álom. Nem, én szoktam álmon belül álmodni, és meg tudom, hogy álmodok, és abban a pillanatban, hogy realizálom, hogy álmodok, onnantól kezdve elkezdek mindig fákon ugrálni. Nem, onnantól kezdve, hogy realizálom, hogy ez egy álom, onnantól kezdve megjelenik a gondolatomban. Olvastam egyszer egy könyvet, a tudatos álmodásról szól. És az azt jelenti, hogy hogyan tudod megtanulni irányítani a saját álmodat. Aha. És arra vannak gyakorlatok, és baromi jó a dolog, mert álmodon belül egyszer csak le kell, hogy essen, hogy ez egy álom. És onnantól kezdve, hogy leesik, hogy ez egy álom, elkezded irányítani a saját álmodat. És mindent meg tudsz csinálni, amit akkor... De miért a fák felé? Mert nagyon jól esik, hogy magasra föl tudsz ugrani, és ahogy realizálod, hogy álom, abban a pillanatban tudsz például ugrálni, vagy repülni, vagy bármi. És sokáig dolgoztam azon... De pattogsz a fáknak a tetején. Gyere már, le, ügye vagy! Lennök üvöltezni. Az állam több szereplői mindig furán néznek rá. Nem, realizálom, hogy ez egy álom, és azt úgy mutatom be, és bizonyítom be saját magamnak, hogy bármi jött meg tudok csinálni, mint a való életben nem. És ezért például szoktam ugrálni fákon álmomban. De ilyen álmom nem volt, hogy nem mondja. Hát, de te meg olyankor elmész ugrálni, nem? Bocsánat. Oké, baby. Ne haragudj. Jövök mindjárt, de elmegyek. Igen. Állom, én irányítom az álmomat, úgyhogy most ugrok négyet. Egyébként tulajdonképpen így is volt, hogyha jól emlékszem. Igen, elköszöntem még este, hogy kijöttem ez, és látta, hogy valaki ugrál a fáknak a tetején. És mondtad, hogy csak a bari. Mondtad, hogy csak a bari álmodik. De gondold el, mekkora hatalom, már itt megcsinálnak álmomba, és én fákon ugrálok. Ugye? Micsoda életművész vagyok én is, érted? Bármi lehetne, hajól utazhatnál, jaktokon ülhetnél, amit szeretnél, mi legyen, én fákon ugrálok, mert irányítom a saját álmomat. Ez lenne egyébként a zseniális, hogyha bele tudnánk álmodni egymást a másiknak az álmába. És az ő tipikus álma is megjelenne. Erre már csináltunk kísérletet, emlékszel? Igen, nem jött össze. És hogyha jön a nő az álmodban, akkor csak úgy csalod meg, hogy előbb leteszteled, hogy ő is tud-e ugrálni. Tehát, hogy mi... Tehát állunk azt, hogy közösen ugráltok? Ugrálunk. Igen. És az már olyan, mint szex. Már nagyon fáradt vagyok, már ülj már. Nem, ugrálom kell. Az jó lenne egyébként, egymás álmába át tudnánk menni. Tehát te ilyenkor tudnál nekem szólni, bekopogtatnál hozzám, és azt mondtad, Bali, nagyon jót álmodok, gyere át az álmomba. És akkor meghívnál, vagy én jót álmodok, és tudnék nektek szólni, és abban a pillanatban ti ott teremnétek az én álmomba. És akkor például már hárman futnánk a csaj elől? Valamit csinálnánk, tehát hogy valaki jót álmodik, és akkor meg tudnánk hívni egymást egy másik. Vagy mind a hárman ott lennénk a takarolat plusz a csaj, és arra beszélünk, hogy ez szerintem most csak egy álom. Ez most igazítjuk, vagy nem. Álom.
De ti nem szoktátok tudni álmotokban, hogy álmodtok? Nem. Nem esik le soha, hogy egy álmomban vagytok? Hát pont, hogy az olyan, mintha nem tudnál. Például az a klasszik álom, hogy nem tudsz fölülni. Emlékszel? Erről beszéltünk egyszer. Hogy nem tudsz megmozdulni. Alvási paralízis. Na, hát az pont olyan, mintha tényleg nem tudnál megmozdulni. Én ideig sokáig azt hittem, hogy szörnyekkel harcolom, és most megint megjelent valami UFO, vagy aztán utána olvastam, és ez az ébrenlét egyik fázis, amikor nem tudsz megmozdulni. Na, igen, hát az nem annyira jó. De az tök olyan. Alvási paralízis. Igen. Én véget is tudok vetni az álomnak. Van alvási Parkinson is, én legalábbis mindig erre hivatkozok Móninál. Az csak az alvási Parkinson volt, amit látok. Igen. Én véget is tudok, tehát ha valami rosszat álmodok, akkor tudok úgy csinálni, hogy vége legyen. Tehát nem tudok valamit tovább álmodni, anélkül, hogy ne akarnám tovább álmodni. Tehát van egy pont, amikor véget tudok vetni. Próbálunk feled menni. Igen. Nem, tehát adott irányba megy az álom, és azt mondjuk nekem tetszik. De én azt akarom, hogy ez már olyan irányba megy, ami nem tetszik, akkor föl tudom magam kelteni. Ha, de átterelni nem tudod jó irányba. De tudom terelni is. Terelni. Igen, mert realizálom, hogy álmodok. Aha. Ez a tudatos álmodásom benne van. Tudod irányítani a saját álmaidat, és úgy leszel, tehát volt olyan állapot, amikor már alig vártam, hogy elaludjak. Ezt komolyan mondom. Tehát este már izgultam, hogy mit fogok álmodni, és sikerül-e azokat a feladatokat álmomban megcsinálni, amiket kitűztem célul magam elé. Mert át tudjál ugrani a juharról a tölgyre? Igen. A múltkor nem sikerül, hogy a nyárfáról ne szakadjak le mindig a Dunába. Hanem megtaláljam a szemben lévő fűzfágat. Nem, a könyvben le voltak írva a különböző feladatok, hogy hogyan tanuld meg az álmodban végrehajtani bizonyos dolgokat. Hogy például nézz szét, hogy realizáld, hogy hol vagy. És amikor én megérkeztem az álmomba, akkor én elkezdtem az álmomon belül a könyv által kiírt feladatokat megcsinálni. Abba benne hogy milyen színű volt a ház? Tessék? Ugrájfákon benne sose írták. És hogy milyen színű volt a ház? Hány szereplőd volt? És akkor ez épül egyre jobban, és a végén eljutsz oda, hogy az történik az álmodban, amit te akarsz. Helyszínek között, időpontok között, emberek között változtathatod a dolgokat. Marom jó. És olyan sosem volt, hogy ugráltál, és egyszer csak nem volt több fa. És rohadt nagy szakadékba leestem. És mit mondott Móni? Semmit. Most hallotta szerintem adáson keresztül. Igen? Aha. Akkor ez most egy vallomás? Ezért igen, jelezni akartam neki, hogy nincsenek titkaim előtted. Látod, felvállalom országvilág előtt a szerelmünket. De a másik kétszázról nem beszéltél. Igen, sosem mesélted el, amikor melyiket? amikor megvolt a nő. Ez igaz. Mi ez a lábszag? Érzed? Milyen lábszag? Ki a papucs? Te vagy nem? Milyen papucs? De 20 év alatt csak összejött egy ilyen sztori, hogy hűséges volt a álmomban. Végre nem történt. Végre nem történt meg. De azért ma kicsit várat, hogy elaludj, nem? Persze. Hát, ha visszajön, igen, nem? Egyszer nevet mondtam, de most már. Próbáld meg még egyszer, próbáld meg. Ma a monogramos pizsamámat veszem fel. Vajon ezzel egyébként minden egyes álomban üzenni akar az agy valamit? Tehát minden, amit... Hogy? Nem tudom. Tehát, hogyha valaki nővel álmodik, ha valaki pasival álmodik, ha nő álmodik azzal, hogy egy pasival ő lefeküdt, akkor álmodunk, mindig azt álmodjuk, ami a tudattalatunkból előjön, és ezzel az agyunk üzen. Janinál most mit üzent? Az, hogy a Janinak van egy vágya, hogy egy másik nő legyen az életében, vagy azt. De te sok mindenkinek lehet. Azt üzente nekem az élet, amit én is üzenek az életnek, tégy próbál. Igen, nézőpont kérdése. Küld már azt a nőt. Na, készen állok. Itt vagyok. Így van. Itt vagyok, hát mutasd meg. Nemet fogok mondani. Továbbra is fenntartom, hogy látnunk kellene azért annak a nőnek az arcát. Tehát, hogy azért, érted, milyen volt azért? Igen, festett ki, mint egy Picasso. Igen. Nem, egy bal szemét előtték korábban. Teflonból volt a fejé. Best of Morning Show. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Szerintem sok hallgatónak van tapasztalata az összebútorozás utáni csalódásról. Ugyanis történt, hogy Katalin húga beköltözött a luxus lakásba. Eddig se élt azért ugye rossz körülmények között. Pipáról van szó. Ő ugye Katalin húga, és hát meghódították őt, és összeköltöztek alig, és itt lesz érdekes a dolog, és ebből szerintem nagyon jó kis témát lehet csinálni. Alig két hónapnyi közös járás után úgy döntöttek, hogy Pippa Middleton, Katalin hercegnő húga összeköltözik a rendkívül gazdag, ám de egyébként emellett nagyon jóképű James Matthews-zal, aki hát Chelsea-ben
él és milliárdos. Aha. Milliárdos, tehát pipa véletlenül se azért egy autószerelőt, egy karosszéria lakatost, vagy össze, egy ácsmestert hát választott. Hát ő egy milliárdoshoz költözött. Nem, mintha neki nem lenne mit a tejbe aprítania, de közel 2 hónapnyi együttélés után. És hát ilyenkor jön ugye a meglepetés, amikor az ember úgy költözik valakivel össze, hogy még szerelmes, nem látja, hogy milyen veszélyeket rejt az összeköltözés, illetve nem ismeri szíve választottjának szokásait, tisztálkodásai szokásait, lefekvési, felkelési szokásait, evési szokásait, és mindent, amivel az összeköltözés jár, majd egy adott pillanatban jön az első felismerés, hogy hajaj, hát nem mind arany, ami fénylik. Nem ezt akartam. Ugye? Na most náluk nem tudom, hogy mi zajlik, de 2 hónap után azért az bátor, nem? Ha csak nem valami nagyon nagy szerelem van. Hát, vagy jogos 2 hónap után azonnal összeköltözni? Felnőtt embereknél már akár ez is megtörtént. Ide kellene várni. De elvakult az úriember. Elvakult az úriember. Pedig hát, ha tudná, akkor mondaná, hogy nem látok a pipától. Ha csak visszatértünk a gyökerekhez. De szerintem nagy a szerelem. Nagy a szerelem. Nagy a szerelem, na de vannak érdekes dolgok, amik azért ilyenkor kiderülhetnek, nem? Én mindig gyors költöző voltam, ennek a praktikus gyorsan kiraktak? Ne, hát gyorsan beköltöztem kis a másik csomagoltam. Helyre, érted? Mindig egy kis fészekfoglaló voltál, hát mint a kakuk? Én nagyon összejöttem, már ott is laktam, ennek ugye több oka van, egyrészt, mert hogy nem volt hol, és hát az aktuálisnak éppen véget ért, akkor az újjal oda kellett költözni, de nekem nagyon sok ilyen meglepetésem volt. Az egyik például a rögtön az első estén, nem a második estén volt, televízió nézés, kis asztal előttünk, akkor még divat volt az úgynevezett dohányzó asztal, ahová a lány felrakta a kis lábát, zoknit lekapta gyorsan, és elkezdett lábkörmöt nyírni a második estén, de úgy, hogy te közben ott ülsz, és hát próbálkozz beszélgetni. Neked pattantak és, pontosan, így de mert ő körömcsipeszes volt, mert vannak az a... nem baj, én is csipeszes vagyok. De a körömcsipeszes az pattan. Én elkapom szájjal. Majd mutasd meg egyszer, hagyd tanuljak, jó? Mert ugye vannak az ollósok, az a könnyebb, azzal nem pattan, de a köröm csipesz. Undorító. Undorító. Na, és így elszáll előtted egy. Hát az még a szerelmünk elején volt, de amikor láttam, hogy ez nincs összeszedve se, akkor ott azért elgondolkozol. És amikor a szőnyekben ittok, tudod, megakad, és ott jelenleg valami karcolja a lábadat. Persze, elesel benne, mert ilyen Monteverest életük nyörbei voltak. Az nagy nekem kedves édesapám előszeretettel, és nem fürdéstől, amikor már felpúl a köröm, hanem szárazon, és ez a leggázabb. Az nagyon patta. Szárazon, és így Jézusom. Mennyi ideje voltatok együtt? Hát, egy hete. Egy hete. Na most ugye egy hete szerelmes az ember, minden szép, minden tiszta, minden illatos, minden jó, úgy megy el az ember randira, megtörténik az első együttlétés, tényleg nagyon idilli. Aztán az összeköltözésnél ugye lehull a lepel, és látod, ahogy szíved választotja, vágja egyébként a csomolum, amiket lábkörmöl. De minden esetre az úgy elgondolkodtak. Mit csináltál? Szóltál neki, hogy a békés együttélés reményében ezen változtasson, vagy kiszedegetted a sonkásszendvicsetből, és beleraktad egy hamtartóba. Sintettem a tányér szélére. Mit csinál ilyenkor egy frissen összeköltözött pára, arra akarok kiukadni. Szóltál neki? Nem, mert egy hete vagy együtt, és szerelmes vagy. Hát ráadásul az ő lakása, nem? Az ő lakása, hát, az úgy nehezebb. Ez egy fura, tudod, amikor így kioktatod. Hát te most elmondhatod, hogy mégse így kéne. Mondjuk, hogy téged elképzelek, biztos vagyok benne, hogy ilyen kühjenáci vagy. Oda, hát én nagyon. Meg azon kapta magát, hogy mit tudom, én ezért ráüböltöttél, hogy ezért, hogy a teflon ne vinn ezt! Igen, mocsószivacsal nem nyúlunk a teflon. Na jó, de az nem körömvágás. Hát a teflon az nem körömvágás. Úgyhogy akkor nem, tehát ez bennem is később csapódott le igazán. Az valószínűleg abban a pillanatban, amikor történt az eset, akkor ez nekem le se esett annyira, hogy ez mennyire gáz. Amikor az ember szerelmes, akkor azért a szem elé egy ilyen kis finoman áttetsző fátyol ereszkedik, és minden megbocsátasz neki. Igen. Nem? Vagy nem veszed még észre. Vagy nem veszed tűnik. Észre. Hát nem akarod észrevenni pontosabban. Tehát, hogy nem akarsz tudomást venni róla. Na most mi van, amikor nincs akkora szerelem, csak összeköltöztök, mert neked van kecód, oda költözik, és akkor azért jobban meglátod ezeket, vagy gyorsabban kiderülnek, nem? Hát én is, ugye? Mert ezt megláttam én is, de akkor nem, egy hónappal később viszont már akkor kicsit csitultak az érzelmek, egy hónappal később már mondtad, hogy figyelj, nem állj, tehát mégis. Az orrszőrét hol vágta vacsorán? Nem az orrában. Hátát, a hátszőrét. Az a baj, hogy az állánál kezdte el vágni az orrszőrét. Képzeljétek. Képzeljétek el, mi volt? Nekem WC-be csukós volt. Mi volt? WC becsukós. Tehát, igen, mert először azt hittem, hogy majd becsukja, aztán, hogy majd azután is becsukja, majd valamikor becsukja, aztán eleresztettem a dolgot, nem csukja be soha. Ne! Nem mondott komolyan. Tehát volt valaki, aki nem volt hajlandó magára zárni
a WC ajtót. Így van, pontosan így van, és nagyon fura volt. Én aztán rájöttem, hogy ez egyfajta ilyen klaustrofóbiás tünet. Tehát nem arról van szó, hogy nem szeret egyedül lenni, vagy meg akarja velem osztani a legbensőbb titkait is, de egyszerűen arról van szó, hogy ő valószínűleg klaustrofóbiás. De miért nem csináltad azt, hogy becsuktad a WC ajtót, és odaálltál a WC elé, és beszéltél hozzá, hogy ne féljen? Az még mindig egy humánus megoldás. Itt vagyok. Tehát egy nyitott ajtónál? Igen, nyitott ajtónál volt, hogy annyira ideges lettem, hogy leszedtem az ajtót. És óriási fesztivál lett belőle, leszettem egyszerűen, leemeltem az ajtót, és azt mondtam, nem kell ide az ajtó, úgyse csukod be soha. Ezzel akartad terhívni a figyelmét arra, hogy csukja be igen, az ajtót? Igen, óriás veszekedés lett belőle, mert a félig becsukott ajtónak félig be kell csukva lennie, de olyan nincs, hogy nincs ajtó. De az ajtónak semmiféle funkciója nem volt, mert soha nem volt becsukva. Ez mennyi idő után történt? Tehát körülbelül mikor volt az összeköltözés? Egy hónap, egy év, fél év? Tehát, hogy Egy hónap után. Azért képzeld el, amikor ott ül életed szerelme a szép, finom randik után, és rákuporod rá a fajancra. A nagynál se kicsi, semminél nem csukott. Semmi? A nagynál az hál' Istennek, igen. Ja, a nagynál becsukta? Nagynál. Ja, most gyenge vagy. Hát most azt, hogy pisilésnél itt van, én azt hittem, hogy tehát azt hittem, hogy úgy hagyta nyitva, mert az a kemény, hát a pisi az nem olyan nagy dolog. A valószínűleg szerelmes volt nagyon beléd, és akkor is veled akart lenni. Meg akartam osztani ezt, hogy ő az csobog. Azért, hogy annak is ott van egy feelingje, tehát amikor így elkezdődik, belehúz, még egy kicsit. Egy középsugaras. Majdnem végeztem. Én ezt máshogy értékelném. Én például, ha most összeköltöznék valakivel, és nyitott ajtóval pisilne a csaj, akkor azt gondolnám, hogy tökre megmeri ezt előttem tenni, és mennyire elmélyült a kapcsolatunk ilyen rövid idő után, hogy nem csukja be, és közben dumálunk, és őt ez nem zavarja. Ha a másik dolog lenne, az lehet, hogy azért egy picit zavarna. Tehát akkor úgy finoman. És volt, hogy oda mentél és rácsuktad, majd ő újra kinyitotta? Igen. Igen? Igen. Miért nem zártad rá kívülről? Tényleg. Egy ilyen keresztpánta. Egy ilyen 4 pontos. Igen. Biztonsági zárt. És mit mondod, hogy miért nem csukja, vagy nem beszéltetek róla? De nem tudtam megmagyarázni. Tehát nem volt egy épkézláb, kézzel fogható ér. Szerintem... Valószínűleg, hogy olyan közegből jött, ahol nem volt a WC ajtó, nem? Az első randin én is csináltam olyat, hogy az első randin megengedtem a csapot. Ugye? Tehát ilyen van. Amikor felmész a csajhoz, és még egy kicsit gátlásos vagy, hogy elmenjél ugye pisilni. Na most itt is még jön a játék, mert ugye a pisivel van puki, és akkor ugye elindítod, hogy úgy nyomod ki a pisit, hogy közben visszaszorítod a pukit. Aha. De volt olyan, hogy rossz ritmusba csináltad. Erről engedett, hátul fogod. Most már mindegy. Hogy megtanultam úgy pisilni, hogy ne kelljen pukizdom. És egy ilyen elől engedem, hátul szorítom. Vagy valahogy köhögsz olyankor. Igen. Mégis de akkor is van ilyen, tudod, hát folyamatosan nem tudsz köhögni, érted, egy köhögési dolog. Nem mondjátok, hogy nem randíztatok úgy csajra, hogy fölmentetek hozzá, és már azt vártátok, hogy 2 óra után végre hadd menjetek el, hogy végre nyugodtan a lépcsőházban már tudjatok egyet pukkadni. Nem mondjátok már. Nem vagytok igazi férfiak. Ugye 2 óráig te ott kultúrlény vagy. De már érzed, hogy már befele, már fáj, már feszíti a hasad, és végre kimész, és még maradhatnál 11-ig, de inkább 10-kor hazaindulsz, és lemész, és így kisimulsz. És miért nem mondod, hogy lent hagytam valamit a kocsin? Egyszer mentem le. Aha. Körülbelül mentem le. Nincs is kocsid. Nem baj, megnézem, hánykor jön a busz. Jó, vízhangos, nincs csövázd. Tudom, hogy hova mész. És akkor ott ültél a kanapén, ilyen feszegő arc, és akkor így de jött. Persze, izzadtam. Tehát mondtál ilyen, hogy ilyen albinomákat, hogy ne arra, hogy neked picit túl gyors ez a tempó, most hát az első randin ezt még nem csinálod. Ne arra, hogy az első randin, én még nem szoktam. Hát 20 évesen ott ülsz, feszengsz, megengeded a csapot, ha bemész a WC-re. Ugye nem mered még azért mindenedet úgy elengedni, igen, imádkozol, hogy és akkor hallod, hogy korog a gyomrod, mert az ugye azt jelenti, hogy befele durrant. Az meg nincs. Az nem volt meg. Mikor fogod, ne, és akkor befele durrant. Ugye a puki bizalomnak ki kell alakulnia. Puki bizalom, az. Tényleg igaz. Tehát hosszú hónapok telnek el, mire kialakul a puki bizalom. Tényleg így van. A puki bizalom az már a kapcsolat elmélyülését jelzi. Basszus, lehet ezt szépíteni, de tényleg így van. Nem az igazán kellemes, amikor így már készülsz, mert akkor tudsz még védekezni, vissza tudod tartani. Hanem amikor ilyen nagyon laza akarsz lenni, és mit tudom én, a fal mellett oda vannak készítve a CD-i. És akkor én lehajom. És akkor tudod, és úgy csináltok mind a kettő, mintha nem történt volna semmi. Így van. Az a lényeg, hogyha ő pukizik, te csinálj, mintha nem hallottad volna. Ne bánsd meg azzal, hogy meghallod.
Igen. Hát de mind a ketten tudjátok, hogy megtörtént. De ez egy közös kollektív hazugság a másiknak. Aha. Nem hallottam semmit, ránézel, és látod, hogy ő is hazudik a szemével, és te is elkésmi, és megpróbálsz valami, hogy hívják a Welterelő figyelőt. Farranéző, és azt mondod, Salvador Dalí, gondolom reprodukció. Én volt úgy, hogy felmentem a csajhoz, és először bementem megnézni, hogyha bekapcsolom a melegvizet, mennyire hangos a kazán, ami belobban. És akkor megnyugodtam, hogy hangos a kazán, akkor maradhatok. Szóval, nézzük meg, hogy mikor alakul ki a puki bizalom. Írjátok meg nekünk az összeköltözésetek nagy leleplezését. Amikor először szembesültetek azzal, hogy szívetek választotja azért mégsem királylány, mégsem királyfi, és bizony ő is emberből van, mondjuk így, ugye? És az összeköltözésnek mikor jött el az a nagy pillanat, amikor lehullott a lepel, és rájöttetek valami olyanra, amit nem gondoltatok, valamit nem vártatok, ami meglepő volt. Na, van egy hallgatónk, ő nagyon meglepődött az összeköltözésnél. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Szia, Zoli vagyok. Hello, Zoli, honnan hívtál minket, Zoli? Mezőkövesd. Na, veled mi történt? Mikor hullott le a lepel? Vagy hogyan? Nekem akkor, amikor összeköltöztünk, és elmentem először bevásárolni. Bevásároltam, hogy legyen otthon minden. Mennyi ideje voltatok együtt? Körülbelül 3 hónapja. 3 hónapja, és aztán összeköltöztetek. Uh-huh. Így van, így van. Aztán, amikor pakoltam volna be a fagyasztóba, akkor kinyitottam a fagyasztót, és találtam bent egy nagy csomagot. Gondoltam, hús, megnézem, hogy mi az. Aztán kiderült, hogy hús, csak nem olyan, amit mi eszünk, hanem egy macska. Egy fagyasztott macska. Nem. Egy fagyott macska volt a hűtőben? Igen, egy fagyasztott macska volt a hűtőben. És megkérdeztem, hogy ez mi, és akkor közölte, hogy ez a macska már pedig az ő lelkitársa volt. Úgyhogy ők örökre együtt fognak maradni. Na hát, mi nem maradtunk örökre együtt. És a macskot a hűtőben, a mélyhűtőben tartotta? Így van, mert nem tud tőle elválni. Aha. Milyen szerint, hogy felismerted, nem kezdtél rántott húst csinálni, vagy valamit. Ilyen jó az, hogy odafigyeltél. És néha így elővette, maga mellé fektette, tehát volt valami egyéb is? Nem, azért ennyire nem volt beteg a dolog, de elég furcsa így is szerintem egy macska a hűtőben. Ez elég fura. Igen. Akkor nem vártad meg, mint kialakul a puki bizalom. Nem volt semmi ilyesmi. Gyorsan. Itt egy fagyott macska keresztül húzta. Itt aztán bármit lehetett volna csinálni, mert annyira nem lehetettek volna egálba, hogy gyakorlatilag már ott az elkös alkalommal az összes puskaporodat előhetted volna. Ugye, ez Jolly Joker lett volna. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Szerintem mindenkinek kellemetlen az első, írja egy hallgatónk, ugye, a puki bizalommal kapcsolatban. A 2 évi együttjárás esküvő addig még megúsztam. A nászúton kiszálltunk az autóból a szálloda előtt, megtörtént véletlenül, hogy elengedtem. Nem szólt, gondoltam azért, mentek egy kicsit a helyzeten, a cipősarkamat kezdtem a betonon húzni. Aha. Mire a párom megszólalt, ugye mennyivel magasabb hangja van? De jó az. Ezt Anikó küldte nekünk. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao, hello. Misi, veled mi történt? Jaj, hát nekem volt egy összeköltözésem barátnőmmel, és hát egy pár hónap után megkért engem arra, hogy nézzem meg, hogy őt mekkorát, meg miért rakantottam. Tehát várj, jártatok, egyszer csak úgy döntöttetek, hogy összeköltöztök. Megtörtént az összeköltözés, és ő az első napon beinvitált a budira? Hát nem pont az első nap, egy hét után mondja, hogy legyek már kedves, és nézzem meg, hogy mekkora. Mondom, de nem, de nézzem meg. Mi a véleményem? Hát mondom, mit egy kis tojást, hát mondom, most mit mondjak. És akkor utána pár nap múlva, meg ugye, mikor is végeztem, hogy ő is meg akarja nézni. Mondom, nem, már mondom, legyen elég annyi, hogy mondom, szülőszobán lesz volna, mondom, akkor nevet kéne neki adni. De durva, jó, azért nem, hogy te is kapható voltál a tréfára. Legyen annyi elég, hogy egy zilbelsőt fektettem le itt. Egy pofajka újjad. Én azt hittem, hogy ilyen egészségügyi okokból, hogy azért csekkol, de egyszerűen csak itt szerezte zsűrizni. Nem, semmi értem, csak a méretre volt kíváncsi, hogy mit mondok rá, kicsi, nagy között. És ki akar köztetek egy ilyen mókás kis verseny? Egy egészséges rivalizálás. Elkitolja a nagyobbat. Egy kis világkupa. Együtt vagy tök még? Dehogyis nem, ez már régebben volt. És itt volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy talán át kell gondolni ezt. Igen. Hát voltak ilyen furcsa dolgok. Hát pedig meddig jártatok? Másfél éve. Na azért bírtad. Jó, van, sokat bolondoztatok nyilván. Az biztos. Igen. Jó kapcsolat lehetett. Csak annyit árulja, ki nyerte a verseny? Hát én. Jó van. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Ciao. Hello.
Azt mondja, hogy miután összejöttünk és eltelt pár hét, elkezdtem felni hozzá, tévéztünk az anyukájával együtt. Egyszer csak a mama oldalra dőlt, és oldalra nyomott egy rettenetesen rottyogosat. Ott éreztem, igazán hazaértem. Befogadtam. Igen. Vitya küldte nekünk, igen. A párom konkrétan az ötödik napon az összeköltözésem napján cipekedés közben hallotta meg velem először, azóta már egyébként együtt borotválkozunk a fürdőszobában. Tehát, hogy lehullott a lepem. Igen. Nekünk az első fürdőzésnél lett egyből jacuzzi a kádból, már akkor tudtam, ő lesz a feleségem. De milyen szép SMS. Találtunk egyébként egy applikációt, illetve egy alkalmazást. Részletesen kielemzi, hogy milyen típusok vannak. Ezt lehet, hogy érdemes az első randi megmutatni, nem? Igen. És beazonosítani, te hova tartozol. És hova tartozol, így van. Gondolom, megint nem a mosogatásról lesz szó, mert... Hogy érzed? Nem hajtogatja össze a ruhát maga után. Na figyelj, csak megmutatjuk, jó? Figyelj, hogy milyen típusok vannak. Közönséges szellentés. Kislányos. Szűrös taxisofőr. Bocs. Locspocs. Köszönöm Istenem, hogy kiértem a WC-re. Ne, csak most keltem fel a WC-ről. Undorító, te a félre sikerült. A királyi vadász. Na jó, basszus, mondd, hogy nem így van. Robika csak annyit írt, na végre. Na, Robika rádió otthon DJ-t vagyunk, így van, na, igen. Néha egy kicsit lehet, gyerekek. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli. Itt a Klassz FM. Ez itt a Best of Morning Show. Szeretnék megmutatni valamit. Na, oda nézzetek, mi van nekem. Azt a mindenséget. De tudod te, mi ez, Jani? Hát az oklevél, gondolom, valamilyen gulyásfőzővel. Ez a diploma. Ez így néz ki egy diploma. Azt gondoltad volna? Azt a betyárját. Gondoltad volna? Nem, ugye hát ezt elmondtuk már, hogy nagyszerűen lediplomáztunk, a körülményekről nem akarok beszélni. Azért hoztam ide, mert a következő történt. Fölhívott engem, értem nem fölhívott, hanem Facebookon keresztül üzen nekem egy ismerősöm, hogy van egy érdi nő, aki szeretne velem találkozni. Mondtam, hogy nyitott vagyok mindenre, hiszen párkapcsolatban élek, de hát nézzük de hát meg, találkozom. Azért ez bármi lehet. Igen, összekötött bennünket, aki elmondta a hölgy, hogy nála van a diplomám és a szakdolgozatom. Mondtam, hogy ne haragudj, de te ki vagy, és hogy kerül hozzád? A következő történt, ugyanis én hosszú éveken keresztül laktam Érden akkori párommal és kedvesemmel, akivel hát megszakadt a gyönyörű kapcsolatunk, jóban vagyunk egyébként, és elköltöztünk egymástól, és ő is elköltözött onnan. Ez a hölgy, aki engem megkeresett, az utcán találta nem meg. Nem mondod komolyan. Na, az utcán találta meg a szakdolgozatomat és a diplomámat. Nagyon jóban lehettek egymással mind a ugye? Mai napig, ha na, kihajította. Hát erről van szó. Ugyanis az exemmel most már nem vagyunk együtt 10 éve, ő nemrég költözött el, és úgy érezte, hogy ami házban van fölösleges dolog, azt ő kiteszi egy ilyen marha nagy kukába. A kukát azonban ott a helyi ilyen turisok áttúrták, és hát érezték, hogy ez a papír, ez nekik nem jó semmire. Bőr vagy műbőr, mi lehet ez? Nem jó, ezért kidobálták, és az úton hevert, az út porában hevert a szakdolgozatom és az oklevelem is, amit egyébként én pont 2 évvel ezelőtt nagyon kerestem, hogy hol lehet, nem volt meg, túlléptünk rajta, és ez a hölgy, akinek az köszönhetet kell mondjak, azóta is folyamatosan megtalálta, és eljuttatta hozzám mind a kettőt. És én azon kezdtem el gondolkozni, hogyha ezzel a lányjal, akivel én már nem élek együtt, nevezzük az egyszerűség kedvéért Vicának. Nem lennék... Hívják tényleg? Igen. Így hívják. mi van? Persze. Gabriellának. Na, és annak na, Vica. Hát akkor hát így hívják, Vica. Gabriel és Vica. Gabi, Vica. De Gabi most nehezen akadjál Gabi, Vica vagy Vica Gabi? Nem, hát nem mindig emlékeztél rá, hogy Gabi, hogy hívják. És hát, ne, azért szerettem vele járni, mert bárhogy hívtam, azt bár, értette. Így van, mindenképpen kuporodott. Hogyha én nem vagyok jóba, akkor annak idején fölgyújtja a cuccaimat, amikor szakítunk. Nézd, ez nem egy szimpatikus gesztus, hogy kivágta a cuccaidat a lomtanítási legyét, vagy nem tudom, hogy már nem vagytok együtt. Hát, hogy tudja a számomat. Szoktunk, évente egyszer beszélünk, hogy nem
kellett volna fölhívnia és azt mondania, hogy te Ferka, te állat, gyere már el, mert itt a szakdolgozatod meg a diplomád. Láttam a jegyeidet, ugyan sokat ne utazzál, aha, érte, de ha kell, igen, akkor... Vagy hogy nem kellett volna, vagy azt mondani, hogy figyelj, leteszem a portál, ha erre jövök. Vagy gyere be érte. Másnak is van ilyen, hogy ez a bosszú a izétől, az ex-től, hogy nem kapsz egy ilyen szúrót. Nem, más nem vesz föl még egy szagot. Más nem fölegezzen az is. Láttam a szakdolgozatodat, más nem veszi fel a mangalica szakot. Így van. Rántások és spiritásokból senki. A disznó tökéletes házi földolgozása. A szakdolgozatod a krémlevesek titkaiból. Az most mindegy, mi a szakdolgozat, érted? Igen. Tehát az most tök mindegy, ne ezzel lovagolja. Hogy használjuk könyvkötésre a disznóbőr című. Te tengeri, ahogy nem ismered. Nagyon jól lehet belekötni. Érdekes dolog ez az ex és az ex-ek cucca, igen. Erről beszélhetünk, ugye, hogy a jelenlegi mennyire hagyja azt, hogy az ex-ettől legyen cucc, vagy meddig őrzöd az ex-et cuccait, vagy mi van akkor, ha neked fontos az, hogy te az ex-ettől megőrizzél valamit. Mert már nem vagy szerelmes, csak neked az egy érzékeny emléket érint, és te szeretnéd megtartani. Majd jön a jelenlegi, általában vagy egyébként, ugye, hát nő az illető, ugye, tehát ez a nők csinálják, és valahogy elkezdenek konkurálni az ex-ex cuccaival. Én nem tudom, hogy ti jártatok-e így, de valahogy szerintem a paliknak kevésbé van gondjuk azzal, hogy az, a csajuknak ott van még az ex-üktől egy elefántormányos kis párna, és akkor fogod arrébb rakod, de hogy valahogy nem érzel indítatást, hogy kidobd vagy megszabadulj tőle. Miért van, azt kérdezem én, hogy a nőkben viszont, amikor új párkapcsolatot kezdenek, akkor egy ilyen teljesen, hát nyilván teljesen tudatosan letagadott újraformázni a Winchestert, eltüntetni egy-két nyaralós képet, megszüntetni a régi ex-ek cuccait, likvidálni mindent, ami az előzőhöz kapcsolódott, tulajdonképpen csinálni tényleg egy ilyen tabula rasa, és azt mondja, hogy nulláról indulunk. Ugye engem sose zavartak a csajaim. Hát, de őket igen. Exének a cuccai. Tehát, hogy én éltem ott gitárok, meg pengetők, meg nem tudom mi között, vagy éppen valamelyiknek az exe gitározott, de nem éreztem azt, hogy ezt Richie Blackmore-nak össze kell törnöm ezt egy marsabotot. Tehát a csajokban egyébként mi van, amiért nem tudnak létezni az exek cuccai között? Egyszerűen irritálja őket. Ez azért van, mert a Wiki exein azokon a fotókon van ruha. A te volt barátnőidnek pedig azokon a fotókon nem volt. És hogy a szemünkben nem tudok nézni. Lehet, hogy csak tényleg ez a baj, de mi téged pasiként tényleg zavarna, mert engem tényleg nem zavart. Tehát láttál egy ajándékot, egy nekem könyvet, egy párnát. Van egy, akit utálok. De engem nem érdekelt az ex-el, nyilván már túl van rajta, azért van veled, mert már túl van rajta, ha éppen már nem fűzi semmilyen érzelmű viszony az ex-éhez, akkor nincs vele baj. Neked van, akit utálsz? Nekem van egy, én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy azt konkrétan ezt csinálom vele, hogyha nem lenne nagyon fényes. Nem, ezt ha csaj csinálja, hiszem, de ez palitól nagyon. De a Mónikánál van egy kép a mai napig. Van neki egyszerűen olyan képe, igen, amit a legszívesebben tettem volna csúnya dolgokat. De aztán Mónikára való tekintettel azt megtart, tehát nem nyúltam. Volt olyan, hogy széttépted, bedobtad a budiba, Móni megtalálta, összeragasztotta, és az a cincelluxus formában. Igen, és ledomestoszozta. Cincelluxus formában a Palinak ilyen négy arca van, tudod, három felé nyúl a kezed, össze van rakva, és benne van. Igen, és fura, hogy ilyen gombos tűk voltak beleszúrva a szemébe. De mi ez, egy fénykép, egy kis párna, egy ormányos alsógatja? Egy fotó. Benne? Hát a múltjából egy darab. Hát, hogy utálom, mint a... Ugye, de te a most a csávó, de ismered? Ismered. Milyen jó érzés ezt így elmondani most. De egyik az így gyökér. De milyen? Azért, mert a Mólinak van egy fotója róla. És ez a Mólinak fontos, hogy nyilván nem nézegeti, nyilván téged szeret, nyilván nem akar visszamenni az exéhez. Hát ez nem Mólinak szól. Tehát, hogy ez nem Mólinak szól, hanem ennek a gyökérnek. Egy úgyes szeretem, hogy így ezt mondod. Nem lehet, hogy egy kicsit itt magadra is haragszol, hogy a Móni... Hogy nem vagy elég jöttem meg. Nem, nem, hogy a Móni egy gyökérrel járt annak idején, és most veled jár, akkor volt. Te is gyökér ez vagy? Nem a... Ja, tényleg. Érted? A hazsák a foltját, aha. Hogy lecserélt egy ugyanolyan. Nagyobbra. Nem tudom, de a nőket valóban zavarja a dolog, hogyha te valamit elteszel. Nekem kötelességem elrakni a cuccokat, ha én mondjuk összejövök valakivel. Szerintem igen, nem szép dolog kihagyni. Most nem direkt kint, hogy nem adni. Szerintem érezd az árnyalatokat, az elrakni direkt, meg a direkt kinhagyni között azért vannak árnyalatok. A direkt kinhagyás és az elrakás között. 92 soha nem feltelek el.
De az ormányos gatyádat, azt hordod még? Marian Thessaloniki 1989, csodálatos két hét, és egy brutál fotóalbum a bejáratnál, igen. Adrien Burgas 1992, csodálatos. Még egyszer, köszi Kati. Szárazra porszívóztál. Igen. Vissza Roventa 1300-as. Igen, mint egy porszívó. Köszi neked, ja. Imádtam minden porcikát. De az elefánt ormányos alsógatyáddal mit csinál? Mit tudom én, van egy pulóverem, és én azt az exemtől kaptam. Nézzünk egy ilyen helyzetet. Tessék, van egy pulóver. Az exemtől kaptam. Miért mondtam kétszer? Igen. Miért mondtam Magyarországba kétszer? Az exemptől kaptam. Érted? Hát mi bajod ezzel a pulóverrel? És ráadásul egy feltűnő darab, mert mondjuk egy rénszarvas van rá. De most nem, persze. De igen, egy négy szarvas, rénszarvas, egy hatalmas, mert csőrre. Szeretlek, Balázs, felírott egy közös fotó az exemen. Mi mindig együtt. Mert mind a valakinek van egy pulóvere, és az exétől kapta, és összejön egy új csajjal, és szerelmes, és szereti, de szereti azt a pulóvert. Nem kell kidobni. De akkor nem a pulóvert szereted, hanem szereted a nőt, akit nem el... Nem így van. Dehogy nem. Én itt csomó jó dolgot kaptam az exeitől. Én értem, de... Csomó jó farbert. Jó, nem ér alszol azzal a pulóvert. Igen. Mert fázós vagyok. Igen. Rossz a keringés. De miért volt már többször a saja, hogy megtalálta Viki a sarokban, hogy összebújsz a pulóverrel és sírsz? Szóval, mert érzelmi kötődés az van, hogy Tibi úgy hiányzott. Nem, tényleg a női agyra lennék most kíváncsi, hogy miért várja el a nő, hogy ő azt, agya, a Pali azt kidobja. Nem a nővel él együtt, csak van egy pucin, szeretem. Ragaszkodsz mondjuk a farmer gatyáitól, kapta szülinapodra egy jó far. Nem vehetek föl, Jézusom, ez valami ruhafetis. Miért kell eltenni? Azért kell eltenni, mert érzelmi kötődésed van, nem a ruhadarabhoz. Azt a ruhadarabot te azért szereted, mert az exnőttől kaptad. Te mindenedet kidobod, amikor új csajod van? Persze, és a lakást is kiégetem. Jött a béka, és akkor csinált egy enstadot, lesöpörtél minden ajándékot, minden használati tárgyat, minden volt egy bögréd, mit tett, egy papucs, tök mindegy, bármi, nem vetted föl többet, mert az exettől kaptad? Hát persze, hát olyankor teljes csere van az ilyen. Azért nem vetted föl, mert a béka várjál, vagy te se akartad fölvenni, hogy ne bánts meg őt ezzel. Hát emlékeztet a múltra, az pedig egy lezárt része az életednek. Hát most mit tudom? Csomó minden valamit nem tudom, kitől kaptam már, csak szeretem magát a dolgot. Úgy nem ér? De nem. Tök máshogy gondolom. Hát de nem gondoltad más. Anyósom írt, megvédve az ő lányát. Ebben a témában magadra maradtál a véleményeddel, édes fiam, lásd be. Csókolom, mama! Mama azon a helyre tett, ugye? Nagyon jó. Kajámosoljál az arcán, elküldés még odaírta. Puszi! Puszi! Hétvégén találkozunk. Halló, jó reggelt! Nem, más se vagyok. Te is nagy takarítottál? Hát igen, mert a páromnál meg kint voltak a régi képek, meg az ilyen kis valentinnapos kis ajándékokat is pakolja el, vagy dobja ki. Mert én is úgy gondolom, mint a Feriék, hogy egy ilyen kis nosztalgia, vagy valami az benne van az emberben, amikor ezt meglátja, fölveti, stb. Na de a csajok miért gondolják azt, hogy egy Pali például nem lehetett boldog azelőtt, mielőtt valakivel összeakadt? Tehát nyilván a te pasid is volt valakivel boldog, de ez elmúlt, lecsengett, már nem szereti, téged szeret, hát azt miért kéne? Hát de azt akkor zárja le. Ha boldog volt, akkor volt. Boldog, hát de lezárta, hát veled legyen van. Velem. Hát de veled jó. Van. De mit tudom én, ha volt a pasidnak, hogy van neki egy pulcsia, vagy farmerja, cipé, bármi, akkor azt ne vegye föl többet, mert az is az exétől van. Így van. Komolyan? Persze. Kidobattad vele a ruháit, amiről tudtad, vagy az ajándékokat, vagy tényleg egy kicsi valamit a polcon? Azokat nem hozhatta el. Nem mondott komolyan. Dehogy nem. Hát de most hozza át azokat abba, ahol az új csajhoz megy. De nincs elég önbizalma, Demese, valószínűleg ez a baj. Lehet, hogy ez is benne van, de szerintem a nők 90%-a így gondolkodik. Köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Nem is tudtam, hogy van női énetek egyébként. Ez most számomra új, hogy egy ilyen női oldalatokat is verem meg, hogy kicsit azért úgy az exekat. Hát a tiéd nehéz volt előhozni. Igen, az én nőjén nem elnyomott benneteket, de hogy azért ilyen te nagyon domináns csaj vagy. Én például elégettem a kazámba az összes olyan fényképet, amin az ex szerepelt. Persze titokban, ha láttatok volna, micsoda haja volt, meg micsoda ruhákat hordott. Na hát erről beszélek. Amikor a jelenlegi meg aztán pláne fikázza az exet, na ott aztán tudjuk, hogy miről van szó. Nekem egy mini Cooper maradt az előző házasságomból, mivel közösen vettük a volt feleségemmel, az új barátnőm nem volt hajlandó beleülni. El kellett adni. Hát
az meg még igazibb érzelmi kötődés, érted, hogy még anyagilag is közös a cucc, tehát nem csak, hogy ott ült az előző nő, hanem azt közösen együtt választottátok ki, együtt fizették. Komolyan mondom, a Viki Excel, miért nem vettek Mini Coopert a Vikinek? Én tök szívesen beleülnék, el is kérném hétvégére. Én azon a párnán alszom, amit a barátnőm az Excel-től kapott. Milyen jó pasi, ugye lefekszik. Oh. Minden este úgy fekszem le, én nyertem, geco. Ez a helyes hozzáállás. Ez jó. Lehet ezt így is kezelni, de egyébként ez az egészséges hozzáállás. Az exedet úgy hívják, hogy Bella Gabriel. Azt a kutya fáját. Jó, az informátorok. Igen. Hogy a Bella Gabival járt? Hát, egész pontosan együtt éltünk. Együtt éltetek. 7 évig. Hét gyönyörű évet húztunk le egymással. 7 gyönyörű évet, aminek az lett a vége, hogy a diplomamunkád az utcára került. Akkor valószínűleg neki nem volt olyan gyönyörű. Igen, nem, ez egy szomorú vég. Megpróbáljuk őket elérni. Általában valahogy ők nem mernek velünk beszélni, vagy nem beszélhetnek, nem, vagy az a policy, lehet, hogy ezért nem is beszéltük meg előre. Ezért tehát, nem beszéltük meg előre. Futunk vele, majd megpróbáljuk. Adjatok egy Music FM központi számot. Rájuk csörgünk. Itt van. Na kicsit. Oké. Na, jó. Ez az adás. 89. Music FM, tessék. Balázs, Morning Show, hello. Balázs, Morning Show. Elakadt a szava. Ne! Rebeka vagyok. Rebeka, hello Rebeka, figyelj Rebeka, örülök, hogy találkoztunk. Igen. Be tudnál kapcsolni a Gáborékhoz minket? Fú, ezt most nem tudom. Uh-huh. Mi? Akkor én játszanék. Én meg a Vadonyani vagyok. Mitől és függ? Várj, mitől ez függ? Ez komoly? Ez halál komoly, aha. Jó, tartod egy picit a telefont? Tartsam? Tartjuk, igen. Igen. Megkérdezed? Jó, figyelünk, megkérdezed. Várunk. Ne hozz zavarba ezzel, hogy tartsam-e. Ez most náluk szól adásban? Igen. Halló! Jó barátod, Gábor! Hello! Nagy tapsot neki! Hello! Várjál, nyomok egy tapsot neked! Hello, Gábor! Ciao! Erősebb a tapsot, figyeled? Mint... Nem, nagyon komoly tapsunk van, ne én ezt... Igen. Mint a régi szép időkben, amikor összekapcsolódtunk, ugye? Sok-sok évvel ezelőtt. De nekem azt mondta valaki, hogy te játszani akarsz a játékban. Fogalma sincs, hogy miről van szó, ugye? Vagy mi játszunk. Hát gondolom valami szellemi mélyrepülés, nem? ez most sajnos Balázs mellé trafáltál, ráadásul itt Nikolett az előbb elvérzett a kérdésen, tehát ez egy húsvéti játék, igen. Húsvéti játékot játszotok? Hát az nagyon jó. Mi a nyereményetek? Mi a nyeremény? A nyereménye, de egy Russell Hobbs lángvörös színű literes vízforraló. Csörögtünk, annak aktualitása van egyébként. Na. Nyilván hétvégén visszahallgattátok az archívot, hogy mivel foglalkoztunk, és... Balázs! Ez most nem komoly, ugye? Látom a témáitokat, hogy elég sűrűn feljöttök a honlapunkra. Oh. Balázs, így látlak, amikor dobod be a pendrive-okat a portaládán, hogy egyszerűen hallgatnak, bocsi! Hogy... Szóval a hétvégén beszélgettünk arról, hogy Feri megtalálta az ő diplomamunkáját, illetve pontosabban fölhívta egy nagyon helyes idős néni, hogy megtalálta Ferenc diplomamunkáját az utcán heverve. Próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi lehetett, és ugye kiderült, hogy hát valószínű, hogy ezt kidobta az exe. De mi ezt itt még nem sejtettük, hogy ez a dolog folytatódik, majd János, ami pénteken az adás után kicsit elkezdtünk beszélgetni, hogy járjunk ennek utána, és nagy dolgokra jöttünk rá, amit mi tényleg nem tudtunk. Bizony. A Bella Gabira célzol, fogadjunk. A Bella Gabira célzol, igen, kiderült, hogy a Rákóczinak az exe. Egyébként, bocsáss meg, Balázs, hogy félbeszakítam, de egyébként én is akarom, most már tényleg hagyd tegyem fel a kérdést, de a Rákóczi milyen szerető volt? Isteni. Nem lapított agyon a súlyában? Nem, mindig ő volt fölül, tudod, igen, Gábor? Vannak más pózok is, mint amit te ismersz. Gabi? Hogy te mindig szeret felül lenni, ez volt. Nem, igen. Mindig szeretek, de... Ezzel mentetted meg a saját életedet. Néhány esetben szeretem. Milyen érzés most vele beszélgetni? Ott van a vonalban. Mi jóban vagyunk. Jóban vagy. Találkoztok? És nem bizsereg még néha valami? Nem találkozunk, néha szoktunk beszélgetni telefon. Nem is tudom, mikor találkoztunk utoljára, Töki. Újra érzed a füstölt szalonna szagot? Legalább te legyél velem, segíts nekünk ezt megmondani, vagy elmondani, hogy... Mi a kérdés?
Egyrészt mi volt Feri Bece neve? Hogy hívtátok egymást? Vagy töki, te, most töki, töki. Bocsánat, nem hallottam. Töki! Jaj, te cuki, töki! Töki. Nem véletlenül. Kicsi, töki. Nem kicsi. De miért nem alapban volt? Fel kéne pörgetni a dolgot, mert még a játékunkat be kell fejezni, és nekünk hírek jönnek. Nem tudom, hogy nálatok mi lett. Gyorsan tedd fel a lényegre törő kérdésedet, ha van egyáltalán. Hogy került az utcára, közgabi? Hogy került az utcára Rákóczinak a diplomamunkája, Gabi? Hát ez tök egyszerű, 2004-ben elköltözött tőlem, és ott felejtette a papírjait. És neki dobtad most. Na de miért kiraktad az utcára egy lomtalanításnál? Nem, ez történt, hanem az történt, hogy néhány éve felújítottunk, akkor mindenki került a garázsba, és akkor én most decemberben vagy novemberben fel is hívtam a Ferit, hogy el fogok költözni, és a garázsban van az összes tudás. És hogyha valami hiányzik az életéből esetleg, ami az elmúlt 12 évben eddig még nem tudatosult, akkor legyen olyan kedves, jöjjön ki, és akkor válogassa ki, ami kell neki, mert hogy én nekem nem lesz időm arra, hogy én mindent szelektáljak, hanem mindent, ami ugyanis az összes exemtől származik, az kimegy az utcára. Az összes exemben az enyémet is együtt tartottam, igen, nem? Csak azért, hogy játékban is maradjunk, tehát gyorsan a húsvét időpontját 325-ben állapították meg. Melyik vasárnapot jelölték ki? A. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapot. B. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni második vasárnapot. C. Az év 13. vasárnapjára. Gyerekek, mi van? Balázs, mondjál már valamit. Telefon... Nem, ha összetudok nektek szedni egy büntetést, azt örömmel veszem. Mit nem mondok semmit. Nem kapsz te. Ha az túl intelligens hozzátok, Banita hagyott még néhány kérdést. Az utáni első holtöltét következő vasárnapra tenném a dolgot. Tehát a napi egyenlőség utáni első holtölte, szerintem. Mi? Nem haragszatok! Jézusom! Bós, gyerekek! Köszönjük szépen! Kösz a vízforralót! Jó lesz itt! Másfél literes vízforraló a Russell Hobbs és az Euronix műszaki áruház jó volt. Balázs, ott fogok csöngetni a vízforralóval nálad, jó? Gyerekek, nálunk utazást autót lehet nyerni, de a vízforraló se rossz egyébként. Most le kell tenni, most nem tudjuk ezt megbeszélni, mennetek kell? Ennyi? Hát nem, hírek vannak, vagy hallgatok a Gabi híreit, és nem tudom. Jó. Akkor mennetek el. Hát akkor menjetek, nem zavarunk bele a menetbe, jól van? Nem tudtam választani a kérdésetekre, mindenki megnyugodott? Megnyugodtunk, Gabi, drágák vagytok. Menjetek, siessetek. Így van. Nálunk nem kötöttel. Kötetlenebb a dolog. Puszi, szevasztok, köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok, ciao. Hello, Balázs, ciao. Nem örültek. Töki, miért nem mentél érte, Töki, inkább azt mondja nekem, Töki. Nem, kérdeztem, hogy mi van, azt mondta, semmi papírok. Hát mondom, ami eddig nem hiányzott, dobd ki. Érted? Na de hát csak átnézed, nem, hogy egy diploma van benne. Persze, hát én följön az exem, gyere, érted, hát a 10 évig nem hiányzott, nem tudnám, de ha te sem gondoltál hát erre. Nem, hát azt gondoltam, ilyen régi ízé, vackok, tudod, ami mit a foggal letépett boxerek. Olyan cuki, Töki, olyan cuki vagy. De ugye? Cuki, Gyerekek, hova rohantak ennyire a bocsiék? Hát olyan volt, mint a menekülnének előlünk. Miért menekültek ennyire? Elszoktak már az improvizálástól. Nem, te féltek, hogy nem akartuk őket bedarálni. Annyira rohantak, nem? Hát én úgy dumáltam volna. Hát ritkán tudunk összebeszélni. Lehet, hogy a programigazgató már bent integetett. Ne. Véget az már végének van. Igen. Hát most nézem őket a webkamerán, marhán nem mondanak híreket, beszélgetnek tovább. Bennünket akartak lerázni. Nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Figyeljetek, tényleg, tegyük már azt a rohadt mobiltelefont. Menjünk ki hozzá, menj, szólalt a sorunk. Ez most már engem, ez annyira idegesít. És mondom, várjál, hogy ez nem csak az én problémám, mert nemzetközi szinten most már azt csinálják, például Németországban nagyon sok olyan baleset van, hogy a gyalogos nézi a telefonját, így megy, és elüti az autó. Ezért a piros lámpát ide leteszik az úttestre, a gyalogátkelőhelyen. Nézd meg, most jó, most fotózol, most persze rögtön átállítottuk. Itt áll, eljön a Morning Show kitelepülésre, és cseszteti a telefonját. Mit csináltál vele az előbb? Csak képet csináltál. Láttam, hogy nem azt csináltad, mert a kockatkövet nem fotózzuk le. De. Hogy hívnak? Ja, tényleg. Hogy hívnak? Barbie, ne haragudj a bácsira, már picit öreg, idős, már nem érti a technikát, hogy mit kell csinálni ezzel a telefonon. A bácsi felett eljár picit az idő. Barbie, ne haragudj ezért. Nem értem ezt az egészet. Itt is volt, te is az előbb. Ki SMS-eztél, fogadjunk. Nem. Nem.
Mondjuk ja, ott, azt mondja, ő esemet. Mondjuk ott, lefotóztam. Megtekültem. Ne, azt mondd meg ott, ekkor embert még nem láttam, lefotóztam. Óriás. Óriás van itt a tényleg, óriás. Most nem azért jöttél, hogy itt bennünket nézzél, legyél velünk, együtt élj a műsorral, és erre SMS-ezel. Megtekültem. Ja, mit, küldtél, mit küldtél? Hogy Zalaegerszegről jöttünk. Te küldted az SMS-t? Na látod, én vagyok az, aki az SMS-ekkel foglalkozik. Bekabúzza, hát nem is látta. Láttam, most akartam megkérdezni, hogy Zalaegerszegről jöttél a barátnőddel, mi ilyesmi volt az SMS-ben? Igen. Hopp, köszönöm. Bali, ne de, hát, jó vagy, mert, de ez mert tényleg mert amíg ők futtatják magukat, én olvasom nem az SMS-eket. Magukat. Most mondta el, hogy Zalaegerszegről jött, és itt áll mellette valaki. Hát én is bekamúzom ja? Ezt, és aztán már csak nem azt jelenti, nem, te ugye egy lány vagy, és a barátnőddel jött, és itt álltok most a főté. Ugye? Akkor te voltál. Szia, mi a neved? Jenny vagyok. Jenny, most így korrekt megkérdez. Most mi lesz, megkérdez... bácsi, őt is leszúrjuk, hogy mobiltelefon van a kezébe, bácsi? Most megkérdeztem tőle. Most ezért nagyon el kell, hogy fenekeljen. És ott lesz a Jani is. Bácsi. Jenny, mit fotóztál? Téged? Persze, jó, hát ez itt... Föltetted Instára, vagy hova? Figyelj, fogom tenni, na ne. Csinálj már egy szánalomfotót a fiúkkal is, csak hogy ne az legyen, hogy tényleg mindenki engem akar, meg lefotóznak. Hát valami elfáradt a karom reggel óta, hogy így tartom, hogy csak be kelljen állni. Egy könyörületfotót csinálj a bácsival is, jó? Jenny, arrébb jövök egy picit, mert ebből a szögből biztos én is látszottam, nem akarom, hogy emiatt körbe kelljen vágni a képet. Csinálj róla még egyet. Jó, most tényleg, hogy figyelj, csak egy kicsit gyere ide. Vigyázok a csomagodra, Jenny. Jó, menj leugrok nyugodtan. Én is ide, így nehogy nem belelógjak valahol. Persze. Na, így. Jó, várj, inkább mögéd megyek, mert az a biztos. Vagy legyen olyan, jó. Hogy állunk a lábánál és nézzük csókolgatjuk irányt, a cipőjét. Igen, ő az ott, bár csak... Most csak a fényt látod, de az valójában nem a nap, hanem Balázs. Jennikem, süsd el nyugodtan, most, csinálj. Most így egyszerre is nagyon izguljunk, hogy abszolút lőjél nyugodtan. Nem ez a fokatjuk a lábadat közben így. Jó? Itt a hölgy még akart valamit mondani piros kabátba. Kezdj csókolom, tessék egy nevet mondani nekünk. Panni vagyok. Biztos a Ferihez tetszett jönni. Igen. Miért van az? Hogy érzem én ezt? Legalább ők bevallják, tudod, az én kedves korosztály. És... Panni? Hogy vagy Pannikám életem? Panni. Köszönöm szépen, nagyon jól. Honnan jöttél, Panni? Szombathely Zanat. Szombathely. Igen. Hmm. És csak ugye eljöttél ott minket megnézni egy igen, kicsit? Igen, reggel 6 óra óta itt vagyok. Azt a minden segít neki. Kaptál már valamit? Még nem. A betyárját. Egy képet tőletek. Na hát akkor az álljunk meg, van akinek még az sincs. De mit szeretnél értem. Igazán? A Jani. Titelkát. Ha, igen. Elvinném az a Jani, te cekkerej, meg cipelj. Egy olyan jelenségről szeretnénk beszélni, amit szerintem mindenki környezetében megtalálható, amikor is nem tudsz elég nagyot mondani, hogy ne jöjjön az ügyeletes kolléga, akinek van sokkal jobb vagy sokkal nagyobb sztoria. Pénteken, hogy Viki elvágta az ujját, Feri megkérdezte, hogy van, Viki mondta, hogy át kellett kötni a kezét, de hogy minden rendben van. Majd megérkezett a mi Laci, aki azt mondta, hogy az semmi, mert ő amikor viszont elvágta az ujját, akkor igen. Akkor viszont egy körfűrésszel majdnem, hogy csuklóig vágta a kezét. Így van. És rájöttünk, hogy mindenki társaságában ismeretségi körében van egy sokkal nagyobbat mondó ember, akinek nem tudsz olyan történetet elmesélni, hogy neki ne lenne valami sokkal durvább. Ha valakidet elvesztetted, ő azt mondja, 100 ilyet vesztette. Ha valamidet nem találod, ő minden nap elhagyja. Összetörték a kocsidat, neki tankkal mentek át az autóján. Ha esetleg nem tudom, bringasérülés szenvedtél, beverted a fejedet, az semmi, ő 10 hónapig feküdt az intenzíven úgy, hogy nem bringával ütötték, hanem harckocsival mentek át rajta. Megtalálták. És ellátták a semmit. A patakparton étleszomjan. Vagy egy barát, vagy egy ismerős, vagy egy anyós, vagy egy kolléga mindig übereli azt, amit mondasz, és ha kicsit gondolkozunk, tényleg mindenki környezetében van egy ilyen ember, igen. Aki úgy indul, az semmi. Nem tudsz neki olyat mondani. És sztori érzékeny, ahogy meghallja, hogy valaki történetet mesél, ő már pattan is fel a székem elől, és már megy oda, és alig várja, hogy befejezd, hogy kirakd a virtuális pontot a mondatod végére, és ő már kezd is bele, nem is érdekli a te történetet. Hát olyan, hogy visszakérdezés nála a te sztori, de arra nem létezik. Ha elhagyod a szerelmed, őt 5-ször hagyták el sokkal durvábban. Ha találtál egy pénztárcát 500 000 elő, biztos, hogy talált egyet tegnap 1 millióval. Ha 1 órát álltál a dugóban Balaton felé, őt múlt héten 3 órát állt a dugóban. Úgy várnád, hogy egy picit valaki együtt érzi. Mondjam már, menjél már! Én a derékból szakadtam le 2-szer, mint a 2-szer rosszul voltak, mint az arcom nézett a seggem irányába. Igen. Azt írjátok meg, hogy mi volt az alaptörténetetek, és azt ő mivel próbálta überelni, tényleg? Tehát, ha te kicsit hárman adtak transzfúziót. Hárman, és mind a hárman elsorvadtak.
Igen. Ha te kicsit levágtad az ujjbegyedet, ő biztos, hogy stílfűrésszel a bal karját vágta le, és majdnem elvérte. Négy ujjabb szakadt le, mind a négyet a középsúlyamra adták vissza. 60 centi hosszú volt, az az egyetlen ujja. Nekem a nagyomám volt, ilyen betegségekben nagyon profi volt. Még a prostatája is jobban be volt gyulladva, jaj, mint a fateromnak. Ha mondtuk neki a válasz, hát még nekem. Én fogtam egy 12 kilós gyönyörű nyurga pontyot, mikor megláttam mellettem lévő horgászt, csak annyit mondott, ez semmi. Én tegnap akkorát fogtam, hogy csak a fényképe, csak a fényképe volt 13 kiló. Új, de rossz duma, úristen. Azt is küldtem. Háromszor villantottam a vakuval, mire egyszer bevilágítottam. Gyerek farsangjára készültünk, minden nap más talált. Kimeséltem a kolléganőmnek, milyen nehéz kitalálni jó jelmezt, mert a gyermek mindig mást akar. Erre ő az semmi. Az unokája iskolájában egész héten farsang lesz. Minden nap, egész évben. Minden nap be kell öltözni, 5 napon kezd. Egy ismerősünk mesélte, hogy milyen finom a tokai 6 puttonyos, mire a vállaki a társágból azonnal rávágta, hogy a semmi, ő már a 7 puttonyosat is megkorlátozta. Volt egy osztálytársam, akinek egyik reggel meséltem a súlymam, hogy majdnem elütött a villamos, épp hogy elugrottam, mire odajött Krisztián, hogy a semmi, ő epilepsziás rohamot kapott a zebrán, és átment rajta egy busz. Sziasztok, engem elütött egy vonat, 50-en haltak meg rajta. Jézus úr, volt egy ismerősöm, aki mindegy, hogy milyen történetet meséltél neki, biztos, hogy ismerte a történet egyik szereplőjét. Egyszer kitaláltunk egy fiktív nevet, elmeséltük, még azt az embert is ismerte. A semmi, nekem 4 nyitott szívműtéte volt, altatás nélkül ádítülte. Meg 3 világháborúban harcoltam, mind a 3-ban megsmesültem. Mióta nem alszol, hogy ide gyere? Hát tegnap este indultam, hogy húzorokor. Tegnap este honnan? Horvátországból? Este. Honnan indultál? Nyírbogátról. Azt a minden, jó hosszú volt. Este 8-kor indultátunk. Igen, este 8-kor indultam. Mivel jött? Mivel bringával? Szekérre. Honattal. Egy lopott traktorra. Este 8-kor. Igen. Este 8-kor a bogáti vonaton felszálltál, az elvitt Nyíregyházára. Debrecenbe, ott. Hát Máté, Szolnokra, Szolnokra jöttem. Mondjuk? Dacsespresszel. Gyerekek, azt hívja, ez egy ilyen Janiféle történet. Öregem, ez kemény. Mikor értél ide? 1:10. Akkor 4 órát még itt sétáltál az üres Szent István téren? Nem, ott a padra jöttem. Nem mondott komolyan, mit ültél 5 órát a padon? Pontásokat nem mondják, ott ültem padon. Ők is fölkeltetek, öreg, menj már, na, itt aludjál a padon, hallod, menj már, mit tényleg? Igen, de drága vagy, csak azért, hogy lássál bennünket. Igen, igen, azért. Hát ez már megható ez a történet. Itt áll egy hölgy, Feri sárgában. Jó napot kívánok. Kezi csókolom. Jó napot kívánok önöknek. Nagyon kezi csókolom. Kívánjuk. Minden rendben tetszett találni a téren, mert kicsit ilyen sorsolási bizottság elnöke. Nem olyan régen jöttem. Csak úgy tetszek minket megnézni. Igen. Na és milyen a Feri élőben? Még nagyobb, mi? Hát, hogy őszinte legyen. Na. Rosszabbra számítani. Rosszabbnak. Nagyon jól néz ki. Rosszabbra tetszett számítani, tényleg? Komolyan mondom. Komolyan. De mire gondolt? Sokkal erősebb. Mondja ki, nem erős, kövérebb. Igaz. És az mert ez a két szemét állat ezt mondja 7 éve, hogy én milyen ekkora kövér gyerek. Hát, nem látszik innen, hogy hány kilós. Abszolút. Úgyhogy tényleg nagyon jól néz ki. Vedd le a pólót! Mármint te akkor Feri. Azért hazamennének. Ferencem, hallott, téged néztek igen. Meg először. Imádnak. Pont olyanok, ahogy gondoltam, de önbe kellemesen csalódtam. Drága, és már megérte. Kellemesen csalódtam, sokkal lepukkantabbnak néz ki a képeket. Igen. Hihetetlen, hogy ez a fotó mennyit csal. Legalább 10 évet fiatalodott élőben, Ferenc. Nagyon drága, köszönöm. És szívemből mondtam. Egy pár vagytok egyébként? Együtt laktok? Igen. Mióta tarta románc? 2 éve, de 4 éve vagyunk együtt. Nagyon jó. 2 éve költöztetek össze. Meddig fog még tartani? Nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sokáig. 2 éve költöztünk össze, de már nagyon megbántam. Meg valaki egy ilyen őszinte lehetne már egyszer adásban, nem? De aki nagyon meg, mondja, ha rohadtul utálom az egészet. Az a rohadt papír meg a frankitel. Hol ismerkedtetek meg? Őszintén? Fogalmad nincs. Kocsmában. De jó. Hogy érzem én ezeket, hogy erre mindig rá kell kérdezni? Ez romantikus. Komolyan mondom. Egy kocsmában.
volt. Bekapcsolnád a villanydárcot? Villanydárc! És mit mondtál neki? Mit mondtál neki? Utána? Hát, menj el haza, mert már eléggé kész van. Tényleg? Holnap keresem meg. És imádom. Ja, de ott mondtad, jó, hogy neked érdeklődésed van, tehát akkor már úgy elindult a kapcsolat. Így van, igen, igen. Na jó, lepattintottad? Le, simán. És esküvő? Hogy állunk az esküvővel? Rágják a fülemet. Kicsoda? Kicsoda. Anyós. Anyós, le nem száll az anyós róluk, magodja fáját. Milyen esküvőt szeretnél egyébként? Nem te, hanem... Te hát, mi? Na, gyerek, mezitlábas leggelig tartós. Akkor azt meg kell csinálni. És mi az oka, hogy még nem sikerült rávenni? Ellenáll? Ne engem kérdezz. Mi az oka? Ne állj ellen. Figyelj, tényleg én is sokáig ellenálltam. Hamarabb szabadulsz. Jó buli. Jó buli. Sok papírmunka. Micsoda? Mire gondolsz, az ültetés rendre? Hát azt úgyis megcsinálják a lányok. Hát az már nincs baj. Nem, jó buli egyébként jó tényleg. Jó az. Figyelj, este 8-ra már berúgsz, utána már nem is emlékszel semmire. Hajnal 3-kor tömni magadba az orosz krém tortát, töltött káposztával. Az egyik keverve. A torta meleg, a káposzta hideg. Jó az. Jó, maga az esküvő az egy jó buli. Ami utána jön, az már sokkal szomorúbb. Úgyhogy... És még egy jó tanács. Beszélt? És még egy jó tanács, ha közben rágondolsz, nem megcsalás. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Csak slágerek, Klassz FM a rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Csak slágerek. Mi játsszuk a klassz slágereket? Morning Show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Juli, hello, jó reggel. Szia. Hello. Mi újság, Juliska? Minden oké? Okay? Igen, persze, egyébként minden oké. Okay. Képzeljétek, srácok, a Mirónak 8-án most születésnapja. Egy! Megjegyom. Már az ákát lövöldöz már a levegőben, minden egy sorozatot. Még nem, de már a malacot egyébként berendelte. Nem mondod, lesz komoly. Lesz nagy egész malac? Aha, igen. Azt a mindenit. Hány éves lesz? Tudhatjuk? 34. 30? Neked fiatalabb a pasid? Aha. Komolyan? Egy 20-assal. Fiatal pasid. De nem látszik rajta. Mármint a pasid. 34 még csak? Hát ez nem kor. Gyerek még. Az. Hát. Hogy csípted el? Hogy csípted el annó? Ő csípett el engem. Tényleg? Igen. És amikor megmondta a korát, akkor nagyon kardomba töltem, hogy hát ez nem ügyeskedj, hát az 12 évvel ezelőtt volt. Igen. Hát, ne ügyeskedj, 16 éves srác. 22 éves kis 22 éves volt, te pedig 24. Igen. Aha. Hát az nem vészes korkülönbség, bár azért a nők szeretik az idősebb palikat. Ráadásul egy 24 éves nő az már majdnem kész nő, mert korábban értek. Egy 22 éves pali az még azért nagyon nincs kész. Hát még nagyon nincs kész, és hát ugye, hogy 23 évesen nősült, én akkor 25 voltam. Tehát, hogy ez de igen. Akkor még valaki más tett el. Engem vett el, de hát szerintem az egyébként elég. Mert akarta. Így van. Ennyi. Nem, az a durva, hogy ennyire jól működik, mert hogy azért 23 évesen valakit az ember elvesz, az 30 éves korára hát már elfárad, mert rájön, hogy még nem élt eleget, meg mit tudom én, tehát ez tök jó. Igaza van, a naspolya is akkor jó, ha érett. De 24 évesen még azért. Azért ott még annyira nem volt annyira érett. Az, annyira érett az a függete nem volt ott még annyira. Ez a naspolya. Érett akkor volt már? Na, de hogy miért működik? Na. Hát többek között, ugye most lesz a születésnapja, és hát bár mi rendszeresen praktikus ajándékokat szoktunk egymásnak ajándékba adni, rá is szoktunk kérdezni a másiknak, hogy mire vágyik, tehát mi az, amire szüksége van. Most ő például a parfümöt jelölte meg, mert éppen elfogyott a parfümje, de gondoltam, hogy egy kis extrával is készülök, és gondoltam, hogy meglepem egy ilyen erotikus glamour fotósorozat. Oh, ez az a mindenit! Őszintén szóval én már nagyon régóta kacérkodtam ezzel a gondolattal, mert szerettem volna elmenni egy ilyen fotózásra. Ja, te vagy a modell. Ja, ne, ő. Ja. Tehát őt küldtem el. Ja, hogy ez akkor tulajdonképpen neked is ajándék, hogy megcsinálhatod végre. Persze, igazából miközben készültem erre az egészre, rájöttem, hogy tulajdonképpen hát miről szól ez az egész, ez rólam szól, ezt magamnak csináltatom ezt a fotósorozatot. Hát mi most azt várom tőle, hogy majd letölti a telefonjára és nézegeti. Kicsit azt is, mondjuk, azért azt nem, is. Nem,
megnézi, és nyilván örülni fog neki, hogy milyen csinos a felesége. De úgy szerettem volna már régóta elmenni egy ilyenre. És van a játszótéren egy nagyon kedves anyuka, akivel szoktam beszélgetni. Várjál, megvan a fiú. Játszanak a gyerekek. Figyelj, te hol szoktad csinálni a mesztelen fotóidat? Én azért voltam párszor játszott, én nem tudok belefutni egy ilyen beszélgetésre. Soha mondom, csak úgy ödönke, mennyit eszik, miért taknyos az óra, mit mondott a körzeti orvos. Fújja már, nem fújja. Az az anyuka. Beszivogasd már, fújjad már ki, át folygattak, hogy a pofátok. Ödönke, megint taknyos az orrod. Jaj, Józsika, megint letörted a bokrod, gyere ide, mert apát szarrá akar verni. Nem a tevődröd, a milyen. Igen, két anyuka beszélget, hogy a harmadik milyen ronda, meg mennyire kövér. Tehát miért nem futok bele egy ilyenbe, hogy te hol csináltad évek, az erotikus képeidet, ahol egy kicsit közelebb ülsz, tudod te is, és így próbálsz egy kicsit fülelni komolyan. És így megjelenik az a két arc között a tiéd harmadik. Zavarok? Halló, halló, itt vagyok. Szóval játszótéren erről beszélgetünk. Játszótéren erről beszélgetünk, mert most már nagyobb a gyerekek, most már játsznak, fociznak, bicikliznek, szaladgálnak, úgyhogy volt. Csodálom, bocsánat, csak egy kis kitérő, hogy te bírod ezt a játszótéri atmoszférát, tehát arra születni kell azért. Tehát le a kalappal, hogy viszed őket játszótérre. Az egy külön. Nem tudom, az egy külön. Ökoszisztéma. Persze. Nem, mindig fölveszek valami ruhát. Nem, mindig lever egy karót, és mindig van rajtam valami. Nem, csak a kertbe sose csapom ki, mert diszkrétebb vagyok annál. A szomszédok mindig átnéznek. De miért nem játszotok, vagy nem mentek játszótérre? Mit csináltok akkor a gyerekkel, hogyha nagyon mozog? Vagy játszótér, vagy semmi? Tehát, hogy hát nem, más ha rövidre akarod zárni, és mondjuk egy órád van arra, hogy valamit csinálj a gyerekkel, akkor nem mész el vele kirándulni, nem viszed ki a játszótérre. Én utálom a játszótérre. Én akkor melyik játszótérre van? Ezért vettél futógépet. Nem, egy játszóteret vett, de ez most vagy jön. Igen, fölkötöm rá a gyereket, csak nagyon beveri a fejét, ahogy alul átfordul mindig. Biztos, hogy kell használni. Nem, ha jön egy barátom, vagy barátokkal megyünk, és akkor ilyen gyerekes program játszótér, de nem az én világom annyira. Na mindegy, nem érdekes. Szóval, igen, és szóval? Akkor, igen, tehát ott beszélgettem egy anyukával erről, és amikor ő ezt meghallotta, mondta, hogy hát, a legjobb forrás találtam meg erre, mert hogy neki van egy ismerőse, most már ezeket ez már fenntartásokkal kell fogadnom, aki, amikor egyébként várandós volt, egy zseniális fotósorozatot készített róla, és ugye soha nem látta még olyan szépnek magát, mint azokon a képeken. Na, mondom, jó, hát akkor ez. És hogy esküdött rá, hogy ez állati jó, hogy menjek el hozzá, jó képeket fog rólam csinálni. Megadta a telefonszámát, felhívtam a fiatalembert, mondtam neki, hogy hát milyen típusú képekre váljon, mit szeretnék belőle kihozni. Mondta, mit mondtál neki? Hát, hogy a férjemnek a születésnapja lesz, és szeretnék olyan fotókat, amin fehérnekben vagyok, de hogy kicsit erotikus, kicsit szexi, de mégsem mutat. Tehát mégsem. Értem, hát én nem keveset mutat. Így van, igen. Amit már unasz, ne lássam. Így van. A Lacinak egyébként az első kérdés. Milyen élekrombolóak vagytok. Én nem lennék házas, hallgatnám magunkat, nekem elmenne a kedvem a házasságtól. Komolyan mondom, hát ezért ennyire nem durva a házasság, mint amennyi. Nekünk is elment, azért mondjuk. Atya úristen. Gyerekek, bennünket hallgatnak, még azok, akik házasodni akarnak, szinte egy életre elmegy a kedvünk. A Laci első kérdése az, olyan kép nincsen, ahol látszik a csúnyát. Jézus, atya, úristen. Egy őszinte férfi. Egy pici erotika, egy pici finomság, hát nem szorult, nem szorult, az nagyon beléteg. Na, nem szóval mondta, hogy hát szereti az ilyen fotókat, úgyhogy vár, akkor engem szeret. Hát ez a fotós ez. Ja. És elkezdte nyolni a szálaszél. Nagyon szerettem a és megbeszéltük az időpontot, vittem magammal a kis fehér készletet, azt jelezte előre, hogy neki nincsen sminkese, úgyhogy hát azt majd magamnak kell elkészíteni, nem jó mondtam. Melyeket kell eltudni a bibircsókot a combodra. Ha van egy két parti, a sejhajon ül, akkor ezt tedd már meg egy szót, ha levakolod kész. Pufnizd már le a kelést a sejhajon. És hát megérkeztem. Na, tessék, itt megjött a romantika. Igen. Igen. Megérkeztem, és hát kiderült, hogy hát ez a fiatal ember, ez egy, hát egy nagyon lelkes amatőr, neki nem stúdiója és műterme van, nappalia. Hanem egy lakás. Ma nem egy okos telefonja. Hát körülbelül majdnem, hogy ő egy középiskolai tanár, aki évekkel ezelőtt rákattant a fotózásra, elvégzett egy tanfolyamot. Jézusom. És azóta a barátnőket, illetve ismerősöket fotózza. Na hát akkor, amikor már ott kint voltam, és az így. Milyen jót ajánlott az anyuka játszótéren. Ezért mondom, sose bíz az anyukákban játszótéren. Sose bíz, mert nem tudod, hogy nem elvesztedet akarják. Nagyon kedves fiú, régen pedagógus volt, a torna tanár mindig fotózgatta a gyerekeket, aztán emiatt eltalácsolt. És most keresi a törékeny alkatú, kicsit lányos, külsejű anyukákat. Szóval, amikor ez így kiderült, akkor már éreztem, hogy rezeg a léc, de hát miért ne előlegezném meg neki a bizalmat. Mondta, hogy hát akkor öltözzek fel fehér neműben.
És mi akkor egy ilyen toporog vagy egy hideg csempés fürdőszobába, egy WC-kefe, meg egy mosószivacs, és egy félig vízköves kád mellett, egy két lógó fürdőköpennyel és egy frottírtörlő között nem átöltözöl? Mert egy nyári konyhában fotózott, és kint állt. Egy wunderbaumos illatosító és egy amószappa mellett? Tehát nagyjából így kell elképzelni? Egy bukorra nyitott ablak mellett. Aha. Ott én átöltöztem, mire visszajöttem addig. Állj légy a konyhaszekrény elé. Köntösben? Vagy ilyenkor te már csak fehér neműben lépsz be? Jöttem ki, igen. És mire visszaértem, ott volt az ágy letakarva egy ilyen nagy szaté lepedővel. És ott fekít rajta, csávó veszt. Nagyon nagy. És azt mondja. Igen. Ott feküdt, mert ott mesztelenül, igen. És egy százas csomag rákógú. Igen, egy női harisnyával a fején, tudod. Hova megyünk, bankot rabolni? Mi lesz? Ahogy is, amikor bementél éppen egy női parókába, rúzsozta a száján durva mozdulatokkal. És kifejezéstelen tekintet. És akkor leterített egy nagy szatét. Jó Isten. Igen, és mikor kiléptem, mondta, hogy hát egyébként nagyon izgul. Miért találod meg az összes problémát? Tényleg az összes hülyét megtalálod, de ez jó. Hogy hát én nagyon izgulom, mert hogy neki is ez az első. De akkor miről beszélt az anyuka, játszott? Én azt majd mondom még, ezt sosem bízd az anyukákban játszott téren. Milyen fotók voltak azok. Mondom, atya úristen, mi lesz ebből? És akkor hát lefeküdtem az ágyra, vagy hát így oda térdeltem az ágyra, és akkor mondta, hogy hát akkor... Hát, hogy helyezkedjek. És akkor így mondtam, hogy na, de hogy helyezkedjek? Há, úgy. Hát, hogy nézzek. De mi az, hogy neki az első, nem profi volt? Vagy nem fotózott? Hát így éreztet a neve, mert Nánási Péternek hívják. Ilyen típusú... Olcsóbb, mint a Pali. Ilyen típusú glamour fotókat ő még nem csinált. Ő még nem... Ilyen még nem volt. És akkor mondta, hogy hát akkor... Hát akkor próbáljak meg valami szexi pózt fölvenni. Meri most. Hallok, ne haragudj, de... Léci, csinálj majd, ami szexi, mert ez, amit ott látok. Hát, Léci, erre nem csattanál a vak. Hevers ott, mint egy felborult vödörbe. Igen. Mondom, jó, de hát ez hogy kell? Tehát, hogy mármint úgy értem, hogy szóval, hogy én nekem nyilván... De szürreális lehetett ez egy idegen. Szóval Pali, fotóze... aki ott tördeli a kezét, te ott ugye egy hideg annyi szobában, egy ilyen félhideg szatélepedül ott fordulót. Nagyon látom, szóval magam nagyon, igen, nagyon-nagyon kellemetlen volt az egész. Bejött az anyja. Lacika! Senkám itt van a kaszintatós. Mit mondjak nekik? Mit mondjak? Tudod, később visszajönni, időpontot kértünk. Szóval, hát igen, akkor volt ilyen, hogy akkor így... Térdre áll. Mivel indítasz ilyenkor? Tehát ilyenkor először kellemesen lefekszel? Vagy egy ilyen... Hát igen, először... Mert úgy, hogy kirom a pózoktól megyünk, hogy a durvába felé. Igen, először elheveredtem, mint egy ilyen... Egy vörös szatéletedet. Igen, mint a budvárban elheverednek a nők. Aha, és kaptál akkor... ilyen boát a nyakadba? Vagy volt valami egy nem, párna? De egy pesgős... Boa az nem volt, egy pesgős... valami kellék, amit nem, az ember nem, szavarta maga elébe. Nem, hozott egy pesgős puharat. Egy pesgős hogy mondta, hogy hát akkor azt mi lenne, hogyha tartanám. És mondom, de hát üresen tartsam. Mondta, jó, akkor ez rossz ötlet volt, csak akkor feküdjek le. Akkor hozott egy szeles farcsot. Meg egy fasírozott a zsemét. Mondta, hogy jó, akkor ezt tegyük le, ez hülyeség, akkor tulajdonképpen csak úgy mozogjak a kamerán, ő meg majd úgy, vagy mozogjak a kamerának, és akkor majd ő úgy fotóz. Mi mozgókép? Nem, hát, hogy mozoljak. Még nem döntött el, hogy filmes vagy fotós lé. Hogy mozoljak, és akkor ő majd fotóz. És hát kattintgatott szerencsétlen össze-vissza, persze a lakás az pici volt, úgyhogy sose tudott úgy komponálni, hogy legalább az nagyon jó. Úgyhogy én akkor már kezdtem baromi kellemetlen. Mindig megmutatta a képeket, tehát láttad, hogy mit csinál? Igen, így mutogatta, és akkor mindig mondtam neki, hogy figyelj, ez tök jó, de hogy mondom, ott van a háttér. Nem vagyok rajta. Mondom, ott van a háttérben a függönykarnis, meg ott van az ablak. Szegény dédszüleit képe. Igen, meg a nagymama urnája állandóan, nem lehetne kihagyni belőle. Igen, és a farok csóváló komondó. Szóval, hogy volt ott minden, de hát körülbelül szóval fél óra után mondtam neki, hogy figyelj, mi lenne, hogyha valami mást, helyszínt, vagy akármit változtatnak. Ha te feküdnél be, és én fotóznék. Előrébb vagyunk. Hogy jó, akkor öltözök át, hogy van kint a kertben egy gyönyörű szép virágzó cseresznyefa. Hogy... És a nagypapát is ki tudjuk tolni a napra. Évek már arra, hogy nem köszönöm, hogy napozhatok. Van kint egy gyönyörű szép virágzó cseresznyefa, hogy majd az milyen szép lesz.
Igen, nem, csak a cseresznyefa baromi magas volt. Ez semmi nem látszik. Csipaszkodnom kellett. Egy kis turica, ez már nem csipaszkodtam, mert akkor ugye az volt, hogy akkor ő letérdelt, akkor az baromi elejtelen volt, hogy nézek le. És akkor már a szomszédok is odaértek támaszkodni a kerítés. A fejem fölött. És akkor mondta, hogy akkor menjünk vissza. És akkor mondta, hogy, hogy van egy nagyon jó ötlete, és akkor itt jött a totál abszurd, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt itt fejezzük be, illetve hát már amikor már megcsináltuk már akkor mondtam, hogy fejezzük. Kurjongattak a kocsmából is át, hogy... Biztos láttatok már ilyen képet. Karcolok is, Csöjpetike! Biztos láttatok már olyan képet, amiért nem tudom, valamilyen megmagyaráztatatlan okból fenyőfa izókat teken őkre. Micsoda? Fenyőfa izókat teken őkre. És azt mondta, hogy nincs jobb ötlet, tekerjünk rá. Nem, hogy higgyem el, hogy ezek a kis fények így nagyon jól fognak nekem mutatni. És rátekert egy karácsonyfa izzót. A karácsonyfa izzósor. Tudod, ezt a pici ledes. És ez még a kertben volt, vagy erre már bejöttetek? De mondta, hogy nem rázott meg az áram, amikor bedugta. Nem, de hát csinálj így. Falé átugrom, hogy irabátyám, az neki van 5 méteres hosszabbint úgy. És képzeld, de pont ez, hogy a képen kívül ló, be voltam dugva egy hosszabbítóba, ami ott fityegett a magas sarkumnál. Megszólalt a telefonja, én ott álltam bedugva a karácsonyfa izzósorba, én magamra néztem, és azt mondom, atya Isten, ennél nem lehet le. És akkor mondtam neki, hogy figyelj ide, én most hazamegyek, és köszönöm szépen a lehetőséget, de nem, ezt ne csináljuk tovább. Tehát, dehogy, de ne, nagyon szépen kérlek. Mondta, hogy nem rázott meg az izzósor. Nem rázott meg az izzósor, de levetkőztem, és mondta, hogy ő nagyon szívesen átküldi a képeket, hogy adjak neki egy e-mailt, mert azóta se küldött egyet, de tulajdonképpen nem is baj. Hát nézd, amiket én ott közben láttam, az nem. Hozzá már egy-két képet, hát csak a mi szórakoztatás, ez zseniális lehet egy-két. Hogy hozzon át, vagy küldjön el belőle néhányat. Na de hát a projektelem, vagy magával az ötlettel, vagy a gondolattal egyébként nem hagytam fel. Ezért aztán megkerestem egy profit. Igen. Azt onnan tudtam. Igen. Azt hogy volt hosszabb is olyan, kellett kölcsönkérni. Igen, a CBR-nál láttuk a múltnál, amikor az egyik. Őt is ajánlották nekem. Maklári Tóth Attilának hívják őt egyébként. Én a Tóth Attila nevet írtam föl. Tóth Attila név alatt van fotós, valahol Balatonom. 4000. Igen. Igen, fülorgégészeti konferenciákat fotózik. Na jó. És mondta, hogy kérek egy nagyát, és egy smatnival lenyomta a nyelvedet, tudod. Igen. De mivel Balaton Füreden volt, ezért gondoltam, hogy hát ez nem az az ember lesz. Melegítsünk meg néhány mandulaképpel. Aztán fotózunk egy középület. Ezért erre az emberet esküdött a barátom, és akkor beszéltem vele, és mondta, hogy hát neki van, ő már csinált egy pár ilyet, mondtam, hogy nagyon rossz tapasztalataim vannak, mert már volt egy ilyen, mondta, hogy ne aggódjak. Mert tegnap még karácsonyfejégön tekertek rám egy hosszabbítóval. Mondta, hogy ne aggódjak, ő már csinált jó pár ilyet, nagyon tetszeni fog a végeredmény. Mondom, én már túl vagyok egy csomó galmúr fotón. És megbeszéltük vele a helyszínt, az időpontot, mondta, hogy lesz profi sminkes, hogy ők csinálnak ilyen átalakító fotósorozatokat, úgyhogy higgyen, bízzam rá magam, hogy nagyon jó lesz. És fiú csinált belőlem. És a Kosztolányi Dezső téren van a műterme, és ahogy mentem a Kosztolányi Dezső tér felé, akkor esett le nekem a tantusz, hogy te jó Isten, én már jártam itt. Méghozzá akkor, amikor az Aktívnak forgattam a Pantinci Nedináról, a Playmate-ről egy anyagot. Úgy leesett a tantusz, hogy te jó Isten, egy olyan pasihoz megyek, aki korábban playmate-eket fotózott. Hát úgy egy picit megremegett a térdem, egy picit zavarba jöttem ettől a szituációtól. De ez nem egyből pornó, tehát azért, mert ő valaha fotózott ilyet. Nem az, hogy pornó, kislány és fotózott, hanem azért aggódtam, mert hogy ez a nő, ez a pasi iszonyatosan jól őket fotózott előttem. Érted? És nem akkor... egyből pornó. Megjött Feri. Nem. Arra gondolt, hogy ugye ő elmegy, ő nem egy playmate, nincs nagy cickó, nem egy jó nő, és hogy aki jó nőket fotózott, milyen rossz. Nem, erre gondolt. Ez egyre jobb. Én most állok fel, és megyek haza.
vagyok az elefánt. Egy nőben ugye az rossz érzés szül, hogy tökéletes testű nőket fotózott, és az ember egy kicsit gátlásosabban áll a kamerája elé. Kicsit nem azért, mert pornó. Te jössz, Jani. Mi történik? Úristen. Szóval felmentem az emeletre, fogadott engem az asszisztense, ott volt már a sminkes is, ott megjött Attila is, a fotós, és mi van? Sem. Mond, igen, már egy kicsit. Igen. Hogy van 5000 bónusz, hogyha bevállalsz már. Mondja Gyuli, igen. Marha. Szóval a lényeg az, hogy szólt a zene, nagyon jó volt az atmoszféra, nagyon jó volt a hangulat, a sminkes elkezdett engem sminkelni, hát majd 3-4 órán keresztül tartott, mire feltett, de egy olyan sminket, egy olyan szuper jó sminket, és akkor jött Attila, aki bevezetett engem a műterembe, és akkor felültetett az ablakba. De miért kell? Mondom, ebből mi lesz? De... miért kell, hogy az ablakba ülnöd? De miért nem volt de, de már akkor azért megvolt bennem a bizodalom, mert eleve szóval nagyon jól néztem ki. Tehát azt gondoltam, hogy ha egy nagyon... bizalmat adott. Igen, igen, igen. És aztán egyébként kiderült, hogy ez a Maklári Tóth Attila, ő az az ember, aki az FHM-et, a CKM-et, a Playboy-t, meg mindent végig fotózta, úgyhogy akkor már tudtam, hogy nagyon-nagyon pocsék képek nem készülnek rólam. És majd fölnyúlt egy polc, és levet egy karácsony folyzó. És körbetekert. Egy labort, és nyomószabba. És körbevett engem egy ilyen hát egy ilyen derítő panellel, amitől az egész egy ilyen nagyon ragyogó fehérségbe kerültem. Nagyon-nagyon szépek lettek a fények. Mondta, hogy ez azért jó, mert ha egy kép jól be van világítva, amit ugye csak jó fotós tud csinálni, akkor utána nem kell mahinálni, meg photoshopolni, mert hogy a kép az magától jó lesz. És megcsinálta a képeket, de nem úgy, hogy csinálja, amit akarsz, hanem ő pontosan megmondta, hogy hova tegyem a kezemet, a lábamat, hogy ne úgy csináljam, hogy ne feszüljön, hogy ne legyen csúnya ott, hogy ne úgy álljak, mint egy ilyen görcsös kislány, és egyre jobban kezdtem magam elengedni, és egyre jobban éreztem magam a bőrömben, srácok, szuper jó élmény volt. Komolyan? Szuper. Még volt honnan visszajönni. Tehát, hát, azért így miért nem csak azért, szerintem, tehát én azt gondolom, egy ilyen élményre minden nőnek szüksége lenne, mert én úgy jöttem ki, olyan önbizalommal telve, amilyet ritkán érzek, és amikor a Miró meglátott, még rajtam volt a smink, meg úgy egyáltalán... És akkor vekerni vetted észre, hogy még mindig baby dollba vagy. nem, felöltözök. Amikor a Miró meglátott, ő is látta rajtam, hogy ragyogok. Úgyhogy elhoztam 3 képet, mert egyébként én megmutattam azóta a Mikinek ezeket, mert nem bírtam magammal. És egyébként a fotós csinált rólam olyan képet is, amit aztán majd később tudok használni, de megmutatom a visszafogottabbakat. Vannak durvábbak? Tehát van, ami de már van, ilyen... persze, olyan, amit igen. Nyilván nem nektek. Mink engem az előző széria érdekelne, az előző fotósnál. Hát, tehát a megyfán, amikor lógtál, azt én nagyon szeretném alulról. Wow! Gyerekek, a Juli brutális tényleg is ilyen, hát fehér nemű szedben, de ilyen combfixel, gyönyörűen kisminkelve, felsimulva egy ajtóra, vagy egy ablakra. Ez a klasszik ablak. Nagyon szépen kisminkelve, és szexi a cucc, ami rajtad van. Egy ilyen kis fekete hálóingszerű, meg egy jó hát kis combfix. Nagyon. Mutatok, szép, tényleg jó. Jó lenne. Nagyon gusztusos. Van még egy ilyen, azt is megmutatom, hogyha egyszer betöltök. Ó, itt már látszik a magas sarkú cipő, combfix, ugyanaz a fekete hálóing, Juli kinéz az ablakba. És aztán csinált volna egy image fotót is. Hát ez egy ilyen profilkép, igen, aha. Ez egy ilyen kis visszafogott ruhában. Na de róla milyen profilkép még büdös életben nem készült. Nem. Nem. Ez biztos. A kislány, ez biztos, hogy valami ilyen képvégem. De tök szexi vagy. Tényleg. Miről örült? Örült, igen. Hát úgy tetszettek neki a képek. Egyébként nyilván nem, hogy is mondom, csapott a levegőben, mert ő azt mondta, hogy ő egyébként mindig ilyen szépnek lát engem. De helyes. Kedves tőle. De tetszettek neki a képek, igen, nagyon tetszettek neki, úgyhogy... Szóval azt mondod, hogy minden nőnek egyszer egy ilyet ki kell próbálni, akinek lehetősége van, hogy csaj vagy, hogy jó smink van rajtad, hogy jó cuccot adnak rá. Jó képek készülnek rólad. Tehát ha ránézel erre a fotóra, akkor azt mondod, hogy igen, én is. Bennem is ott van a szépség, nyilván rengeteg melóval, mert sok sminkkel, meg jó ruhákkal, meg jó beállításokkal hozták ugyanezt ki. Én se így nézek ki minden reggel. Jó, én azért egy darab cseresznyefásra. Jó, csak egyet, majd műsor után, ha lehet. Jó, hogy ott fogod a kis ágacskát, kicsit pipiskedve, és akkor ott ő alulról nagyon próbál egy karácsonyfejével a nyakadba fotózni. Egy olyat találhatnánk az ügyön. Vagy hogy vársz a kanapé, hogy jöjjön végre és fotózzon. Biztos előtt egy pár képet. Egyet-kettőt kérjél már. Na jó van. Köszi, Juli. Tök jó, hogy elmentél.
ilyeneket tényleg ki kell próbálni. Köszönöm szépen. Leveszem a lábáról légy, papi. Puszi. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Aki szokott panaszkönyvet kérni, aki szokott beírogatni, aki kicsit úgy érzi, hogy őt nem lophatják meg egy étteremben, nem csalhatnak, és nem lehet rossz az étterem főztje, és szeret panaszkönyvet figyelni, az imádni fogja, szeret panaszkönyvet kikérni és beleírni, az imádni fogja a következő pár percet, mert hogy hát panaszkönyvekről beszélgetünk, és arról, hogy az ember egy étteremben milyen kifogást talál, ugye többfajta vendégtípus van, van, aki direkt keres kifogást, hogy ne kelljen fizetni, van, aki csak szőrszálhasogató, van, aki pedig csak szerencsétlen, és mindig az ő lebbencs levesében van a hajszál. Ugye van a szerencsétlen típus, aki hát tulajdonképpen nem akar reklamálni, de mindig rosszul jár. Lásd, Jani. Jani nem egy reklamálós típus, de 10-ből 8-szor én jót eszem, neked elszúrják, hajszál van benne, meg a helyet, békön tesznek rá. Tehát te nem tudsz egy helyen zökkenőmentesen megkajálni, úgyhogy ne érjen atrocitás. Miután ezt észrevettem. Igen, miután én elfogyasztottam az ebédet étterem, mindig érdemes megnézni a tányéromnak a szélét, hogy mi van ott. Ki oda. Igen, néhány amalgán tömés. Mit az indul a bakterházba. Legyek cipőfűző. Igen, legyek cipőfűző. Üveggolyók és egy zsebkönyvek. De ne panaszkönyvig te nem jutsz el, vagy szoktál írni? Nem, ez figyelj, ez szerintem bármilyen étterembe mész, ez azért időnként így benne van a pakliba, hogy mit tudom én, egy hajszál. Hát időnként benne, de nálad van. Jaj, nehogy hülye vagyok, hát te nem panaszkönyves vagy, te levelet írsz otthonról. Ugye? Hát persze, hát idő kell hozzá, megérted. Meg otthon van F7-es gomb. Igen, nem tudom, hogy, de egy internetes lap összegyűjtötte a legnépszerűbb, legemlékezetesebb éttermi panaszkönyv beírásokat. Hát ez egy érdekes dolog, ugye, hogy ezt most kikérték, vagy körbejárták, vagy bekérték a panaszkönyvet, nem tudom. Minden esetre összeszedték azt, hogy milyen vicces beírások voltak már panaszkönyvekben, és ki mit írt be, ki mire fogta, ha nem akarja kifizetni a számlát. Nézi ezt valaki? A panaszkönyvet? Ez elvileg bekérik ellenőrzésre a panaszkönyvet. Elméletileg a tulaj vagy a vezető is illene megnézze ezt a dolgot, de az igazi veszélyforrás az az, hogy a hivatal jön és az néz bele. Bizonyám, ez tehát az vagy bekérik, vagy belenéznek, ugye? Hmm. Hogy ha beírásod van, az be kell küldeni. Talán, így van, vagy, és akkor neked, tehát az neked, mint étterem a rossz. Ha én azt szoktam mondani, hogy már odáig, tehát ha nem tudod kezelni a vendég nyűgét, baját, ami vagy jogos, vagy nem, és odáig eljut, hogy panaszkönyv van, az már tényleg nagy baj. Igen. Tehát, hogy ezeket lehet azért, meg lehet dumálni. Mondjuk, ha nálatok, mondjuk Balázs kikérni a panaszkönyvet, attól ne tartsatok, úgyse tudja elolvasni senki. Az igen. Én ezeket a kérdőíveket se töltöm ki, egyrészt azért, mert rohadt rondán írok, de hogy egyszerűen nem. Szörnyű volt az ajánló voltunk hétvégén. Sok szempontból gyerekek élvezték, de nem volt erőm, hogy kitöltsem ezt a kérdőívet. De volt valaki a családban, aki viszont erre szentelt egy kis energiát, hogy valakire mindig számít. És ő gyöngybetűkkel ír. A jó az, csak ezt nekem kellett leadni a recepcióm. Próbált, hogy összehajtani, tudod, félbehajtani, ne nyissák, ne olvassák el. Kitépted az oldalt. Majd, ha már nem vagyunk ott, akkor elolvashatják egyébként, igen. De hogy nincs energiám. Én nem hiszek abba, hogy ettől jobb lesz. Kitöltesz egy ilyen szórólapot ott a hotelben, vagy bárhol, hogy most akkor elégedett, hogy a szolgáltatása, honnan hallottál, tényleg forró volt a húsleves, ráhúzott, hogy nem volt forró, jobb na lesz. Könyörgöm, tehát azért írsz be, nálunk is volt ilyen vendég, aki mondta, hogy meleg a leves. Hát mondom, jó napot kívánok, így szoktuk adni. De érted? Csak azt mondta, hogy az gyümölcsleves, Feri. Nem, de nem az volt, hanem húsleves, érted? Tehát, hogy onnantól ez azzal nem tudsz mit csinálni. Én bízom azért benne, hogy ezeket tényleg elolvassák és megfogják a tanácsukat. Én azért szoktam ötleteket adni, hogy mi lehetne változtatni. Visszamész ellenőrzöd. De miért, de benned miért van ez a, nem is tudom, ez a... Tehát, hogy te ezt kicsit úgy élvezed... Tessék, hogy benned van egy ilyen megrendszabályozási szándék. Igen, egyrészt ha rossz volt, nem mész vissza, nem? Tehát rossz volt, nem mész vissza. Tehát most mit érsz el azzal, ha belejössz? Kicsit kielégülsz tőle? Te kicsit kielégülsz, mert ezt szereted, én ezt észrevettem. Igen, mert azok a másfél percek, amik egyébként tehát amikor kell. Megkérdezik, közösen eszünk való János, és megkérdezik, hogy milyen volt, tudod, és már Jaj, 8 percen keresztül elemezzük a túrós táska és a túrós csúszának a tésztának a színét és a csúszásságát és a túrosságát és az állagát, hogy neked hogy van energiád. Igényes. Ugye, 4,5 percen keresztül beszélj lebbenslevesről. Igényes vendég. És én úgy szoktam szeretni, és én otthon úgy, és elmondod, hogy készíted. És tudod, már pincér is már látom, hogy vakarózik, már a haja égnek el, ez úgy kell csinálni, és te kicsit előadod, hogy csinálják meg azt a leves. És amikor például elkezdik olvasni mondjuk ezeket a kis kérdőíveket, és látja, hogy valaki beírt oda, ahova egyéb
az egyéb kategóriába, és elkezdi olvasni, hogy mit ír, azt mondja, hogy igen, hogy ezek a konditermi gépek már elavultak, és hogy a legújabb edzésmódszerek alapján leginkább a szabadsúlyos edzésre kéne csinálni. Jó lenne, hogyha vennétek néhány erőkeretet is, mert különben ez a ez a hülye? És ez beírod? Simán volt már ilyen. Na, nézzünk egyet-kettőt, mit írnak. Az önök szakács, ez igaz, tehát ez nem kamu, ezt nem valaki kitalálta, ezek tényleg igazi panaszkönyvekből vannak. Az önök szakács a túl ronda, és egyáltalán nem... Hát ez most miért? Figyelj, az önök szakács a túl ronda, és egyáltalán nem olyan, mint Laci bácsi a tévéből. Merész. Szerintem magukat átverte, kérem, a saját érdekükben vizsgálják ki az ügyet. Írja valaki, vagy írta valaki a panaszkönyvön. Halásztrét rendeltem, és spagetti volt benne, és még kenyeret sem adtak. Hát hülyék maguk. Nem spagetti, csak hozt, hogy bajai. Ma már a harmadik étterembe jöttem be, hogy végre marha pörköltet egyek. De sehol nem akarnak adni nokedlit. Mindenhol csak galuska van. És azt akarják hazudni nekem a pincérek, hogy az ugyanaz. Hát az apjuk. És ez a mondat, érted a vége. Nagyon jó. Következő nagyon okos. A köretként felszolgált burgonya nem volt megpucolva. Rajta volt a héja. A húst azért megsütik? Kérdezi valaki, nyilván héjában sült burgonyát kapott. Ugye nem tudta nagyon hova tenni, igen. Ez mondjuk szellemes, de jó. Illetve nem szellemes, ez igaz. Tehát erre lehet, hogy én is beírni. A pincér leöntött egy korsó sörrel, utána meg rám borított egy tányér pacsal. Azt mondjuk, lehet, hogy nem vagy túl szerencsés, igen. Ma a férjemmel betértünk az önök éttermébe ebédelni, de a pincérek be vannak. Kérem a felszolgálás minőségének emelését. De milyen szép, látod? De milyen szépen írt a kicsi levelő. Ő csak ennyit kér, hogy legyen egyen jobb. Húslevest kértem májgombóccal, a pincér meghozott valami egy csészében. Szellemes nagyon. A pincértől kólát rendeltem, de ő véletlenül ananászlevet hozott. Allergiás vagyok az ananászra, ha valami bajom lesz tőle, perelni fogok. Tisztelt hölgyem, jött válasz. Válasz elérünk? Tisztelt hölgyem, a tévedésből elcserélt italt nagyon sajnáljuk, mindazonáltal nem értjük, hogy amennyiben valóban allergiás rá, miért itta meg? Válasz, mert finom az íze, és szeretem. Jézusom. De jó egyébként tényleg, tehát hogy kérsz egy kólát, tudod, hogy allergiás az ananászra, de azért megiszod, ugye? Hogy azért ez így kemény. Távozáskor a felszolgálójuk indulatosan szólt hozzám, és megfenyegetett, hogy rendőrt hív. Igaz, hogy véletlenül elfelejtettem kifizetni a számlát, de akkor sem kéne így viselkedni. Na. Tényleg feláborító. Egyébként tényleg szemét dolog, igen. A pincérek bunkók, és szerintem fanször volt a rizsben. Azt mondjuk, én se tudom soha eldönteni. Hogy ez mi? Hát azért az... Én arra próbálom fogni, hogy a hajszál, a rövid hajszál hőkezelés hatására összeugrik, és akkor lesz ilyen kis bongyorka. Akkor, igen? Akkor hasonlít. Hát legalábbis ezt próbálom mondani, ha valahol van benne. Ráadásul férfi. Tudod, végén szokta lett volna írva. Illedelmesen megkértem a pincért, hogy nem lehetne csinálni egy kis grízes tésztát nekem, amire ő bement a konyhára, és még itt az étteremben is hallottam, ahogy röhögnek és gúnyolódnak rajtam. Nem mindenki gazdag ám. Jogos, igen. Ő szeretett volna enni egy grízes tésztát, de nem kapta meg, igen. Nagyon jó, nagyon szellemes. Nem kéne feltenni az étlapra valami olyan kaját, amit szeretek? Az igényes, igen. Ez jó. A WC-ben nem volt WC-kefe, úgy hagytam. Ez egy neuralgikus pont, igen. Aha. Igen. A felszolgáló csajnak túl mély a dekoltázsa. Minden pasi őt nézi. Ez nem zavarja az étterem vezetését? Nyilván egy nő írta. Írja nekünk, ugye. Igen. Vagy írta valaki a panaszkönyvben. Szerény dekoltázs. Igen. Egyébként meg nem. Nem zavar. De ez tök jó, mert hogyha ugye az előbbire is válaszoltak, én is ennyit írtak volna, hogy nem. Üdvözlettel az üzletvezető. Igen. A kis felszolgáló hölgy pofán öntött egy korsó sörrel, pedig csak azt mondtam neki, hogy szép kerek kája van. Felháborító. Hihetetlen, tényleg. Tényleg beírod. Felháborító, írja. Igen. Következő nagyon rövid, nagyon szellemes. Az étel hideg volt, a pincér meleg. Melyikkel van baj? Ja, mondjuk ez nagyon durva. Feri, ez remélem nem nálatok történt. A felszolgáló olyan részek, hogy a pulton fekszik és hány. Nem, ott csak a tulajdonos szokott, tudod. Szerintem ki kéne neki hívni egy mentőt, mert már egy órája ott van, és felháborító, hogy minket meg nem szolgál ki senki.
Azért ezt a klímót megnézném. Azért ez milyen elegáns helyre. De milyen fekszik nyugodt a vendég, hogy vársz egy fekszik órát. A pulton, fekszik a pulton, mert rosszul van. És nem, nem mentőt hív, hanem beír a panaszkönyvbe, hogy szerinte ki kéne hívni a mentőt. Azért, na, amire nem gondolsz ilyenkor, az a panaszkönyv, nem? És hétvégén olvassák el, tudod. És még mindig ott és fekszik a csávó akkoromban. Igen. Akartam cigit venni, de maguk nem tartanak. A pincérek meg nem adnak a sajátjukból. Igaz... ez nagy. Igazi vendégszeretet mondhatom, pedig kifizettem volna. De mit képzel? Nagyon jó. Pizzát szerettünk volna vacsorázni a családommal. De a pincér azt hajtogatja, hogy nekik nincs olyan az étlapon. Mi ezt értjük, de attól meg miért nem tudnak csinálni? Liszt meg víz az egész, nem? Na, meg is fejtette rögtön. Liszt meg víz az egész. Hát mennyire egyszerű ezt csinálni. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Na, te István vagyok Szolnokról. Kértél panaszkönyvet, vagy étterem tulajdonos vagy, és neked kértek? Mesélj! Nem, hála Istennek nem vagyok étterem tulajdonos, nem lenne hozzá lelki erőm, de a legelső panaszkönyves élményemet azt el szeretném nektek mondani. Édesapámnak volt szülinapja egy jó pár évvel ezelőtt, és úgy döntöttem, hogy egy kicsit kimozdulva, Szolnoktól durván egy 50 kilométerre, nem akarom mondani a települést, van egy nagyon klasszis betyárcsárda, amit úgy találtam a neten, és úgy gondoltam, hogy akkor menjünk el oda egy ilyen ünnepi vacsorára. És kis család kocsiba ült, elindultunk a sötét éjszakába, és megérkezve a vendéglőbe, viszonylag kevesen voltak, szépen nekivetköztünk, levettük kabátot, mindent, és gyönyörűen meg voltak már terítve előre az asztalok, kés, villa, mindenki volt téve, nem készülve, hanem általában minden asztal így meg volt terítve, hosszú lelógó abraszokkal, és amikor le akartunk ülni, kihúzva a székeket, az egyik széken egy irgalmatlan nagy ronda vörös macska szoptatta a kölykeit. Nagyon jó, de hol az asztal alatt? Nem, a széken, a széknek az ülőlapján egy nagy ronda, ilyen kopottőrű nagy ronda vörös macska két kölykét szoptatta. Úgyhogy hát így nagyon nem is ültünk neki a vacsorának. Miért? De annyira ez nem durva, hogy kikészültetek? Hát nem, csak ugye abból kiindulva, hogy nem tudni, hogy még azok a macskák hol jártak. Ja igen, hogy hova ültek, hogy mihez értek hozzá. Igen, tehát nem biztos, hogy csak a szék lapjáig jutottak, hanem följebb is, úgyhogy hát ugye az étteremben azért nem szoktunk hozzá, hogy így macskákkal szoktunk találkozni. Úgyhogy így kikértük a panaszkönyvet, és ugye ami ebben egy kicsit még csavar a dologba, hogy akkor édesanyám pont a fogyasztóvédelemnél dolgozott, úgyhogy mi apuval kis sompolyogtunk az autóba, és hát anyu egy 20 perc után jött ki egy szakmai vita után a főnök úrral, és kitöltve a panaszkönyvet elhagytuk a helységet, úgyhogy még egy 50 kilométer után Szolnokon végül is meg tudtuk ünnepelni a szülinapot, de ez egy maradandó élményt okozott. De le a kalappal, hogy ilyenkor még van energiát, tehát hogy ilyen panaszkönyvbe írni. Hát anyunak. Igen, anyunak. De hogy a pótlapot is kérte. Mama kiírta magából a traumát, igen. Igen, hát az volt a gond, hogy már ugye annál az asztalnál így akkor vacsoráztak, tehát ezt nem mondták nekünk, mert akkor ugye másik asztalhoz ülünk, de meglepődtünk, hogy így már ott fogyasztanak. Igaz, hogy a kismacskák szoptak, de hát végül is volt fogyasztó vendég az asztalnál, úgyhogy azóta sem jártunk arra. Oké, köszi, hogy elmondtad, ciao István. Én is köszönöm, sziasztok, hello. Én egy mobil szolgáltatónál dolgoztam, nálunk azért írtak a panaszkönyve, mert nem adtunk el buszjegyet. Hát, ugye, ha arra van igény. Egy paraszt étteremben vacsiztunk, ahol így fogadtak minket. Szevasztok, parasztok, jöttetek zabálni? Így áll boszorka, hadd nőjön a csöcsöd. Nekünk nem volt gond. Tudtuk, hova jöttünk, de jöttek 60-70 év körüliek. Vártam, mikor kérik ki a paraszkönyvet. Ez Magyarországon van ilyen, mert a világban én már hallottam ilyet, hogy... Én már meg csak így privibe, hogy hol van ez a helyen megyünk. Kérlek. Ezt nem lehet komolyan menni, nem lehet megsértődni, hát annyira szélsőség. Viszont a panaszkönyvben dicséret is írható, tudtátok? Az Obinál és a postán kifejezetten dicséretet írtam nekik, eredménye is volt, mert ők pénzutalmat kaptak azért, hogy kerestek megoldást, és kedvesek voltak velem, Melinda Siófokon. De jó. De ezt te honnan tudod, hogy ők kaptak? Visszamentél a postára, és akkor mondták, hogy köszönjük szépen. Kedves Melinda, nem írna bele még valamit, mert hátra lesz fizu emelés. Bejött a nénik, és kérte a panaszkönyvet, mi egy pékség vagyunk, a pékség előtt volt egy kátyú, ő belement, és kár keletkezett a kocsi. Na, ja, hát ez... Na, eltipikus, igen. 60 percet vártam a szalonnás tojásra, kihozták félig nyercsen, a pincér úgy dobta elém, hogy kértem a panaszkönyvet, és beírtam, ha kicsit lassabb lenne a kiszolgálás, kikelt volna a csirke. Ezt kopasz küldte nekünk. Szóltam a pincérnek, hogy haj van a levesemben. Mire ő 550 ér, mit vártál? Parókát? Én nem írtam bele a panaszkönyvbe, egyszerűen beleragasztottam a rántott szeletet.
Szép napot nektek, Bob. A Bakonyban voltunk egy étteremben, kijött a pincér, rendeltünk, eltelt egy kis idő, majd visszajött és elmondta, elnézést kérek, de nem találom a szakácsot. Ezt Dóra. Hát mely volt gond az étellel? Dóra küldte nekünk. Hisz nem volt. Egy siófoki étteremben kértünk 3 pizzát, a mellettünk lévő asztalnál egy kisebb lakodalom zajlott, nyilván velünk senki nem foglalkozott, 40 perc után hozza a pincér a pizzákat, nyújtottam a kezem a tányérért, erre a pincér vigyázz, tűzforró. Természetesen jéghideg volt a tányér. És egy pizza szélén ott volt ráigva a nejlon csomagolás. De szerintem a vigyázz tűzforró nagyon nagy képű duma. Szerintem az óriási. Az, abba van csibesség. Vigyázz tűzforró. Vigyázz, volt, tudod, most hoztad a mikróból, kiolvasztottad. Vigyázz tűzforró. Egy légy volt a levesemben, szóltam a pincérnek, mire a válasz teljesen ártatlanul. Jó, de nem én tettem bele. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már